Tisztelt képviselőtestvérek, akkor folytatjuk a munkát, rövid szünet után. 15. napi rendi pontnál tartunk. A Kozán István város településfejlesztéséért szolgáltató non-profit Kft. Szakmai beszámolójának megtárgyalása. A polgármester urat kértem fel az előterjesztőnek. Önni a szó, a polgármester úr. Köszönöm, polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim. Azt mondja, arról van szó, ugye, hogy a településfejlesztés Kft.-nek a 2014-es beszámolójáról van szó. Megkaptátok az előterjesztést, a 2014-es tevékenységéhez sok mindent még nem tudunk hozzáfűzni. Le van írva minden, nem tudom, hogyha vannak ilyen felsorolás, hogyha esetleg kérdéseket van, akkor annyit tudunk, hogy továbbítjuk az ügyvezető felé, illetve a felügyelő bizottság felé, hogyha vannak kérdések. Nekünk nincs ehhez. Van egy beszámoló, 2014-es év elmúlt, elfogadjuk ezt, történt, tudomásról veszünk. Határozati javaslatban benne van az, hogy ezt a beszámolót fogadja el a testület. Ha valakinek van hozzá kérdése ehhez a beszámolóhoz, illetve bármelyik részéhez, ha nincs, akkor kérem szavazásra teszem fel, aki elfogadja a 2014-es beszámolóját. Azt én teszem. Igen, te vagy az? Bocsánat, hogy elvettem tőled ezt a jogot. Akkor polgármesternek visszaadjuk a szót is. Köszönöm a polgármester úr. Ahogy hallottuk, a bizottság ezt tárgyalta, a bizottság elfogadásra javasolja. Van-e valakinek ehhez kérdése, kiegészítése, képviselőtársaim? Most meg lehet tenni. Ha nincs, akkor mi is az elhangzott indokokra tekintettel, bár egy nagyon tömör és rövid beszámoló, ezt igazándiból azért egy kicsit tartalmasabban szeretnénk látni, de ezt a helyzetet elfogadva javaslom, hogy fogadjuk el, aki egyetért készve tartásra igazod. Tartózkodás van-e? Ellenszavazat nincs. Köszönöm. 16. napi rendi pont. Ugyanúgy a településfejlesztési non-profit Kft.-nél végzett pénzügyi ellenőrzés megállapításainak megtárgyalása. Tisztelt képviselőtestület, alpolgármester úr, itt is az előterjesztő. Igazándiból itt arról van szó, hogy a felügyelőbizottság az, aki ugye illetékes ilyen anyagot megtárgyalni. Ő ismerte meg, és ugye ő juttatta el hozzánk ezzel kapcsolatos véleményét, álláspontját, ezt mindenki megkapta írásban. Alpolgármester úr, a szó. Köszönöm szépen, nem is értem a miértjét, de azért megint csak el tudom mondani, hogy a felügyelőbizottság, illetve a javaslatunk az, hogy az a Kft.-nek az ügyvezetője tegye meg a felügyelőbizottság által, illetve a vizsgálóbizottság előtt feltett kérdések, illetve a javaslatok egy intézkedési tervet, és juttassa el 30 napon belül a felügyelőbizottságon keresztül a testület elé, és akkor egy testület megkapja ezt a beszámolót, az intézkedési tervet, akkor meg tudjuk tárgyalni. A független pénzügyi szakértő, illetve adószakértő tanácsadó cég lett feltérve egy bizonyos időszaknak a vizsgálatára. A vizsgálati eredményt azt már ismerjük, az eredményeket továbbítottuk a felügyelőbizottságnak, a felügyelőbizottság ezt a határozati javaslatot hozta, és akkor az ügyvezető ezáltal majd reagál ezekre a felvetésekre, amit megtett a vizsgálóbizottság, illetve a felügyelőbizottság kért tőle. 30 napot javaslom, hogy adjunk az ügyvezetőnek, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre, és hogy milyen intézkedéseket tett meg azoknak a kiköszörülésére, amikkel kifogásokat, illetve javaslatokat tett a vizsgálóbizottság. Amennyiben, hogyha valakinek van még kérdésre és észrevétele, akkor... Tehát, hogy még érthetőbb legyen, a képviselőtestület, talán a második testület, második ülésén az év végén, decemberben arról döntött, hogy kérünk egy pénzügyi átvilágítást a Kft.-vel kapcsolatosan, hogy legyen egy független áttekintés, hogy képbe kerüljenek az új összetételű képviselőtestület. Ez elkészült, ezt a felügyelőbizottság rendelkezésére bocsátotta az ellenőrzést végző könyvvizsgáló. Ez megállapításokat tartalmaz. Az én véleményem szerint tartalmaz hiányosságokat, de nem égbe kiáltó hiányosságokat, de mindenképpen vannak. Ezért egyetértve végül is összességében az FB által leírtakkal, azt javaslom a képviselőtestületnek, alpolgármester úrral egyetértve, meg a pénzügyi bizottság döntésével, hogy hívjuk fel a ügyvezetőigazgatót,
hogy 30 napon belül ezekre tegyen írásba beli észrevételt, nem is észrevételt, pontosítom, intézkedési tervet a hiányosságok kiküszöbölésére. Az előterjesztés nem pontos, mert nem március 31-éig, hanem 30 napon belül. Ennyiben változna. Kére valaki szót? Képviselőtársai. Feleki Attila, tessék. Köszönöm, polgármester úr. Olvastam minden képviselőtársam ezt a fegyelmi felügyelő bizottság által megfogalmazott néhány pontban összegzett tartalmú dolgot. Én csak megjegyzem, hogy korábban meglepődve láttam azt, hogy megrendeltünk egy ilyen vizsgálatot, ugyan testület pont azon az ülésen, amikor nem voltam tárgyalta, de én nem láttam, hogy bármilyen pénzügyi felhatalmazást adott volna egy ilyennek a kifizetésére, akkor, amikor az a szerződés alá lett írt. Ez azért utólag nem volt elegáns dolog. A másik, hogy ez nekem a harmadik ciklus, ami ezt most harmadszor élem meg. Mindig az új testület, az első dolga, hogy akkor átvilágítja majd a non-profit kárt, hogy szeretne információkat gyűjteni róla, majd nagyjából tartalmi, hogy egyébként hasonló eredménnyel. Ahogy elmondta a polgármester úr is, hát udvariasan van, apróságokkal zárul. Ezek technikai dolgok. Aki egy kicsit ismeri a non-profit Kft. Működését, azt tudja, itt a non-profit Kft. Minden pénzügyi számvitel és egyéb dolgát az elmúlt x évben mindig itt a hivatalon végeztük. Ezt tudjuk. Nyilván ez egy költséghatékony megoldás, racionalizálás, ez szerintem egy jó dolog, logikus. Majd utána számon kérjük az ügyvezetőt, hogy mit csinált a hivatalban itt az, aki egyébként ezzel meg volt bízva. Ez egy ilyen jópofa ellentmondás volt mindig. Ügyvezető úra, maga eleganciájában nyilván igyekezett azért ezekben a kérdésekben pontos lenni és megválaszolni. Én csak azt szeretném itt, hogy a televízió képernyő nézői, kozármisleni lakosok azt megerősítve, amit önök is elmondtak, alpolgármester, abban a tudatban zárjuk ezt a napirendi pontot, nem tárt föl érdemi hiányosságokat ez a vizsgálat, nem tett megállapítást, az nagyon fontos a végén, és a felügyelőbizottság ezt is erősítette meg, tehát szeretnék minden olyan aggályt, kifogást, egyebet, menne mondát eloszlatni, hogy bármilyen probléma volt, az meg, hogy egy non-profit Kft. Vagy gazdasági élet bármely szereplője működésében találnak olyat, hogy ezt a papírt egyébként háromszor kellett volna leírni és arrább tenni négyszer, és most nyilván túlzok és elnézést, ha elbagatilizálom, az pedig egy normális folyamat része szerintem ezt a hivatalba is ugyanennyi megállapítást tudna tenni. Én olvastam már IPSZ ellenőrzéseket, ahol 32 oldalban véleményezték, ami egyébként a végén azt tette megállapítást, hogy egyébként minden jó. Jó, ezt szerettem volna csak megerősíteni, én a magam részéről ehhez a napirendhez nem kívánok többet hozzátenni. Jó, köszönjük. Hát Feleki képviselő úr, nyilván az, amit ön tud, azt a másik nem biztos, hogy tudja. Tehát ugye ez az egyik, mondom, hogy új összetételű képviselőtestület van, tehát mindenképpen szükséges az ilyen átvilágítás. Az nem teljesen így van, hogy mindent a ügyvezető feje felett mások döntöttek el, hiszen egy önálló függetlenített ügyvezető, annak a könyvelését vállalkozó könyvelő végezte, tehát nem a hivatal. Az egy messzebbi, régebbi történet, amire ön utal szerintem. Tehát itt önálló könyvelése volt, ügyvezetése volt, egy önálló gazdasági társaság, és végül is ugyanazt mondja, amit az előterjesztés és én. Mi ezt nem tartottuk fontosnak megmagyarázni, magyarázkodni, egyszerűen van egy anyag, és azt gondoljuk, hogy ezt ezzel a határozattal lehet elfogadni. Akkor vitát nem is folytatnám. Aki ezt elfogadja, az előterjesztés kérem készfeltartással. A jegyzőasszony valamit elrontotta? Nem, képviselőasszony kérdezett. Ki? Én szeretném. Igen. Minden kontextusból mindenki a saját gondolatának megfelelően citál. Én az utolsó mondatot mondanám, hogy a feltárt hiányosságok ellenére további vizsgálatra nincs szükség, felelősségre vonást nem kell kezdeményezni. Így van, ezzel kell lezárni ezt a történetet, ez egy fontos. Igen. És most ugye az ügyvezető úrnak március 31-ig van a hatályban állása, akkor így a 30 nap az, hogy hát megelőleg ez egy következő döntést. Hogy ő fogalmazza meg a
kedves képviselőasszony, a tulajdonos, a képviselőtestület a tulajdonos felé kell egy reflektálás, hogy amíg fel vannak tárva problémák, hiányosságok, azt mondta Feleki képviselő, hogy ezek adminisztrációs jellegű hiányosságok, erre kapjunk egy intézkedést, ez a kötelességünk. Az, hogy azt a mostani ügyvezető vagy egy másik teszi meg, az ilyen értelemben lényegtelen, mert nekünk a további működésről kell gondoskodnunk. Én megértem, polgármester úr, csak akkor a dátum van, akkor vagy március 31, és akkor a jelenlegi ügyvezető úr. Az, meg, az nem elegendő szerintem, akkor... az szerintem nem elegendő. De? Lehet az is, hát reális, az, hogy egy héten belül... Mert én úgy gondolom, hogy ha hozunk egy határozatot, akkor életszerű legyen. Feleki úr? Én is. Tehát igazándiból a tulajdonosnak az a lényeg mi oldalunkról, hogy kapjunk egy visszacsatolást, hogy akkor ezekkel rendben, a problémákkal rendben. Valamit kezdett egy felelős vezető. Jó, életszerűvé szerettem volna tenni, köszönöm. Igen, én értem a dilemmát, mert ez nekem is dilemma volt, és egy embert nem volt így kiküldve, de... Jó, aki akkor elfogadja ezt a határozati javaslatot, akkor készbetartásra szavazzon. Volt-e a tartózkodás? Ellenszavazat? Köszönöm, tisztelt képviselőtestület, a 17-es napi rendi pontnál vagyunk. Na, hát ma ilyen napunk van, hogy a KFT-vel kapcsolatos döntéseket kell meghozni. Tisztelt képviselőtestület, a Kozámistányváros település fejlesztéséért elnevezési non-profit KFT ügyvezetése, illetve ügyvezetőjének a megbízása ez év március 31-ével lejár. A korábbi összetétő testület döntött arról, hogy ez így legyen. Döntenünk kell a folytatásról, tehát hogy kinek adunk megbízást. Ugye itt két opció van, harmadikról nem tudok. A korábbi ügyvezető kap egy újabb megbízást, vagy pedig egy új ügyvezetőt nevez ki a képviselőtestület. A ügyvezetőigazgató, aki eddig volt, jelenleg nyugdíjas, én egy más szemléletű és más hozzáállású ügyvezetésben és cégszerkezetben gondolkodok. Én a jövőben egy komplexebb, egy olyan KFT-t szeretnék az önkormányzat tulajdonában, ami nem csak a település üzemeltetéséről tud gondoskodni, hanem önállóan tudja menedzselni magát, pályázatokat tud feltárni, pályázatokat tud írni, nagyobb feladatot tud vállalni a intézményi üzemeltetésekben, akár a, hogy konkrét példát mondjak, takarításban, de ez sokkal szélesebb ennél ez az elképzelés, tudna végezni településmarketing, városmarketing feladatokat, és a saját bevételek után nézzen ez a KFT, azért, hogy a gazdasági társaság megjelölés még életszerűbb legyen. Tehát nem kizárólagosan a saját önkormányzatunknak szolgáltat, hanem saját maga is feltárja az üzleti lehetőségeket ezen a működési területen, amelyen működik ez a KFT. A én javaslatom az, hogy új ügyvezetőt nevezzünk, az új ügyvezető személyre javaslatot is teszek. A itt körünkben jelenlévő Barics Arnoldot javasolnám a képviselőtestület figyelmébe. Barics Arnold nem kérte az zárt ülést ebben a kérdésben, tehát nyílt ülés keretében tudunk személykérdésről beszélni. Azt javaslom a testületnek, hogy hallgassuk meg az ő elképzelését, amit nekem elmondott, velem ismertetett, azt most ismertesse meg önökkel is, és ennek ismeretében tudunk dönteni erről a javaslatról. Aztán nyilván további határozati javaslatok lesznek ebben a kérdésben, és akkor kérem a testületet, hogy akkor adjunk szót a Barics Arnold úrnak, aki egyébként a Horváth Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, és régi kozármistenyi, aki ezzel egyetért készfeltartásra szavazzon. Köszönöm, tartózkodás ellen szavazat nem volt. Hát Barics úr, ön megkeresett engem több képviselőtársamat, hogy van elképzelése ezzel kapcsolatosan, mi ezt kíváncsian hallgatjuk, kérem, hogy ismertesse velünk. Köszönöm a lehetőséget. Lényegében szinte majdnem ugyanarról a tervezetről beszéltünk, amit a polgármester is fölvázolt.
régóta figyelem a KFT-nek a munkáját, nem szándékosan, hanem nap mint nap ugye az ember, ahogy járja a települést és egyáltalán foglalkozik a település dolgaival, szembesült problémákkal, szembesült azzal, hogy a KFT emberi dolgoznak, stb. Mindenkinek vannak más elképzelései, mint ami egyébként folyik a munkáj közben, de ez nem kritikaként, hanem hát, hogy fejlődik a település, az embernek mindig vannak ötletei, és mivel már régóta dolgozok egy olyan tímmel, aki hasonló dolgokkal foglalkozik, és egy több éves tapasztalatot kaphattam tőlük, illetve segítenek ezekben a munkákban, ezért úgy gondoltam, hogy megkeresem az önkormányzatot ezzel a tervezetemmel. Lényegében ami számomra fontos lenne, hogy ez a non-profit szervezet egy olyan innovatív és költséghatékony KFT, illetve egy szinte városgazdálkodás legyen, ami a jövőben természetesen olyan irányt lenne, hogy amennyiben lehet, minél költséghatékonyabb legyen, és el tudja tartani magát. Tehát nem feltétlenül az önkormányzat támogatására tudjon egyedül támaszkodni. Természetes, hogy ez nem egy egyik napra a másikra. De a költséghatékonyságot abban értem, hogy amennyiben olyan módon legyen innovatív ez a KFT, hogy ami pályázati lehetőség van, hála Istennek erre jó pályázatírói kapcsolatok vannak, akikkel évek óta 10 éve együtt dolgozom, ezeket a lehetőségeket kiaknázva olyan szinten fejleszteni a KFT-t, hogy szélesebb körben tudjunk a lakosság szolgálatában állni, ami nem csak a lakosság szolgálatáról szól, hanem egy olyan komplex gépparkkal és olyan képzett dolgozói állománnyal tudnánk tovább dolgozni, a meglévő dolgozókat megtartva, folyamatos képzések kiaknázásával, amivel olyan profit orientáltságot tudunk elérni, amivel, amit az imént említettem, fent tudnánk tartani a KFT-t. Természetesen ez szélesebb körül lenne. Most jelen pillanatban a KFT-nek a legfőbb iránya a területeknek a karbantartás, ugye a zöld területeknek a karbantartása, takarítás, stb. Ezeket szeretném amennyire lehet tovább bővíteni, és egy olyan, amiről egyébként itt az előző napirendi pontokban érintettük is a problémákat, egy olyan gépparkkal felvonulni, amivel az önkormányzat legnagyobb munkáit mi tudnánk megoldani a KFT-n belül, ami azt eredményezné, hogy sokkal költséghatékonyabb lennénk, nem kellene egy külső cégnek fizetnünk azokért a munkákért, amit esetleg mi is el tudunk végezni. Itt be tudjuk vonni a társtelepüléseket, illetve a környező településeket is, akiknek ugye sokkal jobb árban tudunk felajánlani munkálatokat, és úgy gondolom ezzel náluk ebben az irányban nyernénk is. Ezekkel kapcsolatban azért előzetes megbeszéléseink folytak a környező polgármesterekkel néhányan, hogy mindenhol nyitott kapukat döngetünk, én úgy gondolom, hogy ez a komplex szolgáltatás az erről szól. Nagyon fontosnak tartanám az együttműködést a helyi gazdákkal, a gazdálkodókkal, olyan szempontból, hogy egymást tudnánk segíteni képzésben is, és a helyi munkákban is, de nem szeretném ezt túl bőlére engedni. Úgy gondolom, hogy aki komolyabban érdeklődik a tanulmányi rend, az annak meg tudom írásban ezt adni, meg tudom magyarázni, át tudom adni. Úgyhogy röviden ennyi lenne. Jó, köszönöm, kedves Barics úr. Még amit az előbb talán nem mondtam el az érdeklődőknek, hogy az önkormányzat, a bizottság már abban állást foglalt, hogy ebben a kérdésben nem pályáztatunk. Ugye nem kell pályáztatni gazdasági társaságoknál, ugye ez nem gyakorlat, egy bizalmi beosztás, tehát itten eldönti a tulajdonos az, hogy kit nevez az ügyvezetői vagy vezetői pozícióra, tehát ezt már megvizsgáltuk egyszer. A KFT, az önkormányzati tulajdonú KFT-nek fel kellene készülni arra is, hogy a zöld energia hasznosítás területén akár egy komplex városi intézményi
ellátó infrastruktúrát is pályázati keretek közt ki tudunk alakítani az elkövetkezendő években. Ennek akkor az üzemeltetése, kezelése is célszerűen egy önkormányzati gazdasági társasághoz kerülhetne. A közfoglalkoztatás területén, ami egy ugye országos kiemelt projekt, látható, hogy ez tovább folytatódik és továbbra is ott van kormányzati szinten, ennek kiemelkedő prioritása van. Ebben is nagyobb szerepet kell vállalnia ennek a gazdasági társaságnak, ahol saját eszközeivel, saját bonyolításában végzi a tevékenységet, sokkal szélesebb körben, mint ahogy eddig volt. Tehát a részemből ezek az elvárások még pluszba ugye hozzá csapódnak ehhez az eddig elhangzottakhoz. A képviselőtársaim mi a szó, akinek kérdése van Baricz úrhoz, az tegye föl. Az követően pedig, hogyha egyébként meg a napi rendhez, akkor utána azokat is tegyük föl. Önöki a szó. A polgármester úr. Köszönöm szépen. Nekem nem kérdésem van, hanem egy pár észrevétel azért szeretnék tenni. Azt mondja, hogy először is ugye hosszú-hosszú évek múltak el. Pusztai úr vezette annak idején a KHT-nkat, amit közhasznú társaság volt, most ugye a KHT-nkat vezeti. Nem azért történik a leváltása, mert elégedetlenek vagyunk a tevékenységével. Elérte ugye azt a pont, hogy nyugdíjasként most már úgy gondolom, hogy megérdemelt nyugdíjas éveit élheti. Köszönjük az eddigi tevékenységét, munkáját. Amit elmondott polgármester úr, hogy abban gondolkodunk, hogy egy másféle szerkezetben, más formában fogjuk üzemeltetni a KFT-nket, és erre úgy gondoltuk a többszöri beszélgetés folytán, hogy a Baricz urat nevezzük ki ennek a KFT-nk vezetésére. És ez, amit röviden elmondott, hogy mik az elképzelése, ezt tényleg nagyon röviden foglalta össze, hosszú beszélgetések voltak, mik az elképzelések, mik a tervek. Nagyon bízunk benne, ambiciózus fiatalemberről beszélünk, ismerjük a településen, lakik törzsgyökeres Kozárvisnyi. Én úgy gondolom, javaslom személy szerint én is, ő alkalmas arra, hogy ő legyen a KFT-nek az ügyvezetője. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Köszönöm. Még egy mondat a részemről, hogy elhangzott az, hogy ugye vagy a KFT, az önkormányzati tulajdonú KFT-t az rövid porázon, ugye így lehetett értelmezni, irányította az önkormányzat a tulajdonos. Én ezzel a szemlélettel is szakítani szeretnék, tehát egy ügyvezetés sokkal szabadabban és felelősségteljesebben kell, hogy tevékenykedjen, ehhez megfelelő személy kell. Az Arnoldban én azt látom, hogy tud lenni a településnek az arca, tehát ő ki tud állni, tudja kommunikálni a tevékenységét a KFT-nek, tudja kommunikálni azt, hogy mit miért tesz a KFT, milyen sorrendben, hogy elmaradások vannak ezeket is. Tehát egy határozott helyi személy kell erre a feladatra. Azt gondolom, hogy nem kell különösebben indokolnunk még további körökben azt, hogy miért ő, azért, mert őt nagyon sokan ismerik a városban, tehát a kötődése egyértelmű, és egy határozott markáns személy, aki képes arra, hogy embereket irányítson, és a tevékenységet meg megfelelően kommunikálja. Én még ennyit akartam kiegészítésképpen. Kérdés? Ki szeretne még kérdést feltenni? Tartsai képviselőasszony. Természetesen a fiatal embert megfelelőnek tartom erre a posztra, tehát hozzá nem is szeretnék kérdést tenni, hanem nyugdíjas korú vagyok, tehát Pusztai úrral együtt tudok érezni. Nem tudom, hogy a bizottsági ülésen is, még most is, hogy miért nincs itt, mert nagyon köszönöm a polgármester úrnak, hogy megköszönte a TV nyilvánossága előtt Pusztai úrnak a munkáját, de én inkább a lélekrehatóan gondoltam volna arra, hogy ide elhívjuk, esetleg felajánljuk neki, hogy akarná-e tovább, vagy nem, és akkor majd ő mondja, hogy nem akar, nyilván, de egy olyan elköszönést szerettem volna, hogyha ha ő itt van. Egyrésztről két napirendi pont is szólt az ő mostani tevékenységéről, csupán csak ez a hiányosságom, amivel kapcsolatosan egy pár mondatot el szerettem volna mondani. Köszönöm szépen.
Van esetleg ezzel kapcsolatban javaslata képviselőasszonynak? Hát én mindenféleképpen azt szeretném, hogy a testület elé, legközelebbi testület elé hívjuk meg őt, megfelelő formában köszönjük meg az ő tevékenységét, és én akkor lennék nyugodt. Egyetértek. Jó, köszönöm. Feleki képviselő. Köszönöm, polgármester úr. Nyilván benne más érzelmek is vannak ebben a témában, és én kicsit vissza szeretnék kanyarodni ehhez a dologhoz. Arnolddal kapcsolatban talán nem sértődik meg, ha azt mondom, ismerjük egymást már 30 éves, nagyon jó viszonyban vagyunk. Talán nem sértő rám néző, vagy őrnézve ez a munkakapcsolat. De azt el kell mondjam, ez a napirendi pont, ez nem erről szól még nem őről a szó. A napirendi pont, amit a bizottság tárgyalt, az az, hogy a város úgy dönte, hogy pályáztatja, hogy közvetlenül kinevezi az ügyvezetőt. Ez volt a napirendi pont, amit a bizottság tárgyalt. Hát én ott megrökönyödve ültem egyébként ezen a bizottság ülésen, amikor elnök úr azt mondta, hogy a képviselő testület, el kell osni a jegyzőkönyvet, így hozok, de a képviselő testület más ügyvezetőt szeretne, akit majd polgármester úr bemutat a testület ülésen. Aztán nyilván polgármester úr exkuzálta magát, hogy hát az előterjesztés nem erről szól, és az kényelmetlen atrocitást ugye akkor helyre hozta valamilyen módon. Én az, hogy Puszta János nincs itt, ezt megmondom őszintén, nagyon megértem. És hogy mindenki értse az én és képviselő asszony által elmondottakat, én jobban kifejteném ezt. Az, amit a polgármester úr elmondott, hogy mit szeretne, ez szíve joga. A képviselő testület amennyiben támogatja, és olyan azt gondolja, hogy egy más típusú, más személyhez köthető, fiatalabb, ambiciózus, és sorolhatnám teljesen mindegy érveket. Ezzel nem is biztos, hogy lehet vitatkozni, lehet, hogy nem kell. De az, hogy valaki 15 éve itt dolgozik, azt gondolom, hogy tisztességesen 15 éve, éppen 5 percre szavaztuk meg, 15 éve mindig megszavazva azt a beszámolót, 15 éve mindig elfogadva azt, amit ő tett, dolgozott, és egyébként egy köztiszteletben álló, ahogyan is mondta, őszhajú, nyugdíjas emberről van szó, ez az eljárás méltatlan. Értem azt az eszkuzálást, amit most itt utólag megpróbálunk tenni, én mélységesen szégyellem magam képviselőtestet nevébe. Ez az idő és ez a fórum, ez nem így kellett volna lezajlódnia. Polgármester úr, bizottsági elnök, vagy bárki, aki ezt így gondolja, és aki ebbe egyeztetett korábban, az leülteti az ügyvezetőt, és 4 szem közt, 8 szem közt szemébe nézve azt mondja, János, másban gondolkodunk, és szerintem nincs semmi gond, mert az élet ilyen. Az, hogy 8-10 nappal az ő szerződésének lejárta előtt a bizottsági ülésen elhangzottakból megtudja, hogy egyébként más ügyvezetőt szeretnénk, uraim, ez nem eljárás, nem arra ugyanak 15 év után. Ez a véleményem, elnök úr, különösen önnek kapcsolatban óriási nyelvbotlás volt az. Én is ott tudtam meg, és ugye utána kellett szembesülnöm tényekkel. Polgármester úr, megkérem azt, hogy az előbb befogadta. Nyilván talán most már ön is tudja, hogy ennek a sorrendnek így kellett volna lezajlani, és azt sem feltételezem, hogy nagyon remélem nem szándékosság áll ez mögött, hanem csak egy egyszerű technikai botlás, hogy ezt a sorrendet így követtük el. Én arra kérem akkor, hogy az alapján járjunk el egy 15 éve itt dolgozó személlyel, egy ügyvezetővel, ami alapján szerintem ezt megérdemli. Egyébként, ha nem tudom, köztisztviselő, bárki innen elbocsátanánk egyébként, hogy lejárna a szerződés, akkor is valamit azért tennénk, azt gondolom. Az a minimum valóban, hogy megköszönjük ezt a munkát. És én kérem egyébként, hogy itt azt hiszem, miután beszéltünk arról, egy ügyvezetőnek, akinek ez a főállása, szerintem egzisztenciális kérdés az az, hogy egyébként holnap után, március 1-től vagy április 1-től most ugye mondjuk nem kap fizetést. És ezt most közölni fogjuk egyébként, hogy ez a döntés megszületik itt, mert feltételezem, látom ebben az irányban működik ez a dolog, akkor mondjuk holnap reggel közöljük ezt vele. Én azt gondolom, hogy ez a minimum, hogy megköszönve a munkáját, polgármester úr, kérem javasoljon egy olyan összeget, amelyet a Nonprofit Kft. Jelenleg még ügyvezetőjének érdemei elismerése mellett át tudnánk adni. Én nem hiszem, hogy ez a város ennyi gesztust nem tehetne meg. Egyébként az én javaslatom nyilván egy legalább 3 havi bérköltség, amelyet nyilván tetszőlegesen igazíthatnak önök.
Én ebbe a kérdésben megmondom, szintén ma visszafogottan nyilatkoztam. Köszönjük, kedves Feleki képviselő úr. Nyilván nagyon tapasztalt képviselő is ön, meg üzletember, sok mindent látott már. Gondolom észreveszi rajtunk, hogy mi is visszafogottak vagyunk ebben a kérdésben. Ugye? Sokunk nevében beszélek, sok képviselő nevében. Tehát először is azt tudjuk és látjuk, hogy ön tehát személyesen annyiban érintett, hogy közeli jó barátság köti. Tehát igen, nyilván, igen, amit igen. Ön elmond, azt át is fűtötte, hatották az érzelmek. Ez lejött, én ezt nem is akarom piszkálni. Én arról van szó, hogy sokkal józanabb és igazabb döntésről van szó. Tehát ennyire minket ez érzelmileg nem jár át. Egyébként meg emberileg engemet is valamelyest megvisel. Minden egyes kollégával való kapcsolat megbontása vagy megválás. Az érintett vezető az nyugdíjasnak minősül, nem rövid ideje, úgy tudom, hogy 4 éve. Tehát ő már egy nyugdíjas, tehát az egzisztenciális kérdést ilyen értelemben nem igazán tudom kezelni. A végén majd a javaslat végére is rátérek, hogy mit javasolt Feleki képviselő úr, azzal egyébként nagyjából egyet tudok érteni. Hangsúlyoznánk, nem leváltásról van szó, nem menesztésről van szó, hanem egy határozott idejű megbízás lejár. Több intézmény vezetője is van az önkormányzatnál, soha nem volt ehhez képest eltérő eljárás. Ugyanúgy megilleti egy iskolaigazgatót, egy óvodavezetőt, egy hivatalvezetőt, ezek a fajta, amit elmondott Feleki képviselő úr, hogy hát, hogyha 5-10-15 éve itt dolgozik, akkor nem így érik megválni, de hát a gyakorlat az nem ez. Tehát akinek van egy határozott idejű szerződése, az számol azzal, hogy ez le fog járni. Tehát azt számol, itt mondom, hangsúlyozom, nem felmentésről van szó, nem idő előtt, nem felmondásról, hanem lejár, és ugye egy új ciklus következik, új koncepció, ehhez új ember kell. Teljes mértékben tudom osztani azt, hogy el kell ismerni az elmúlt időszakot. Ha ezt a korábbi testület nem tette meg, akkor az én véleményem az, hogy a mostani képviselőtestület ezt tegye meg, vagy megteheti. Tehát itt javaslatokra nyitott vagyok. Minden esetre az a bármilyen döntés születik, de megelőlegezve, hogyha az a döntés születik, hogy új személyben gondolkodunk és megbízást kap az új vezető, akkor mindenképpen ahhoz kötném egyfajta jutalom kifizetését, hogy a átadás átvétel határidőre rendben megtörténik. Tehát egy ilyen feltételhez kötném. Egyébként mondom, ennél többet én is el tudnék mondani, de mivel ezt áthatják az érzelmek, főleg a előttem szólalónál, itt én is most visszafogott leszek. Köszönöm másnak. Mint régi képviselő, Tarcsai elmond, képviselőasszony elmondta. Javaslatom a következő. Ugyanazokkal a feltételekkel, mint a jelenlegi ügyvezető igazgató, ugyanazokkal a juttatásokkal. Jegyzőasszony. Munkajogviszony vagy megbízási jogviszony. Erről még nem vitatkoztunk, én a munkajogviszonyt javaslom. A munkajogviszony az egy kicsit szigorúbb, könnyebben számon kérhető, pluszként ott van a fegyelmi felelősségre vonás, a megbízási jogviszonyban nincs fegyelmi felelősségre vonás. Változatlan juttatásokkal én javaslom, hogy ugye minimum 5 évre, vagy határozatlan időre. Hát ugye itt most van, kibontakozott ez a jogértelmezési vita, vagy nem vita, csak ugye egy jogértelmezési kérdés a bizottság gyűlésen, és ugye akkor abban maradtunk, hogy utána nézek, illetve esetleg Feleki képviselő úr is utána néz. Én nagyon sok helyen megnéztem PTK kommentárt és egyéb jogi szakcikkeket, ahol én legalábbis azt olvastam, hogy egyetlen egy helyen olvastam, hogy ez az 5 év azt jelenti, hogy határozatlan időre, de legfeljebb 5 évre. A többi helyen mind úgy kommentálták a PTK-nak ezt a rendelkezését, hogy tekintettel arra, hogy az új PTK a GT hatályon kívül helyezésével egyidejűleg ugye átvette a társaságok szabályozását, és diszpozitív szabályokat állapít meg, tehát gyakorlatilag mondjuk egy 8 rendelkezést tartalmaz, azt hiszem, általában a KFT-re vonatkozóan, és hogy az alapítókiratra, illetve az alapítókra bízza ezeknek a rendelkezéseknek a kibontását. Tehát ugye szó szerint
idéztük itt a PTK rendelkezését, tehát gyakorlatilag legalábbis az én olvasatomban ez úgy szól, hogy végülis az alapítónak kell eldönteni, hogy ezt az 5 éves határidőt hogy értelmezi. Nem tudom, képviselő úr mire jutott ez ügyben. Én egyébként arra az álláspontra eszkedem, hogy egy 5 éves határozott idejű lenne ez a megbízás. Feleki képviselő úr. Független attól, hogy döntünk, polgármester, tehát nyilván lehet egy javaslat, és döntetünk 5 évre. Valóban, amit jegyzőasszony elmondott, én is ugye megnéztem, illetve egyeztettem több ügyvéddel is egymásról függetlenül. Ugye az új polgári törvénykönyv valóban ezt másképp szabályozza, de az a gyakorlat, hogy ezt az alapítóra bízza, és a bejegyzésnél nem feszik figyelmet, tehát a munkaszerződéssel, határozatlan idejű munkaszerződéssel, akár nyilván ebben meghatározva a hosszabb felmondási időket, tehát 3-6 hónap, ugye ezekre kitérhet egyedileg a munkaszerződés, tehát lehet határozatlan idejű munkaszerződést kötni. Ugye ez, most hogy értse mindenki, ugye alapít valaki egy gazdasági társaságot, és megbíz egy külső, mondjuk pályáztatás útján egy KFT ügyvezetőt, hát azt nem lehet bebetonozni 5 évre, mert mondjuk utána egyébként veszteséges a KFT, és nem tudom, tönkretesz is, stb. Tehát egy nonsens lenne. Valószínűleg a jogalkotó egyébként módosítani fog ebbe. Az biztos. Egyébként én abban egyetértek, hogyha itt van egy minimum határozott idő, és majd azt követően ez határozatlanná alakul, mondom még egyszer, ismerve az Arnoldot nagyon régóta, nem félek attól, hogy mondjuk a feladatot nem tudná megfelelően ellátni, de egyébként bebetonozni valamit 5 évre, ez azt mondom, hogy abszolút nem gyakorlat. De nyilván a testület kellő bölcsességgel majd valamit fog tölteni. Akkor, ha jól értelmezem, velem együtt fölvállalja mindenki azt, hogy itt megint úttörők leszünk ebben a kérdésben, mert nincs egyértelmű, ugye új PTK-ról beszélünk, nincs kiforrott szabályozás. Elfogadják a határozott LAN idejű szerződéseket a bejegyzésnél. Akkor viszont lehet, hogy azt lehetne mondani, hogy azt mondjuk, hogy egy éves határozott idő, ami után átalakul határozatlan idejűvé. Ritkán értünk egyet, polgármester, de ez tökéletes. Jó, ez tehát ez alatt kiderül az, hogy egyformán gondoljuk-e, jó döntést hoztunk-e. Na, örülök neki. Akkor az a javaslatom, a javaslatot megfogalmazom. Én kérem a javaslomat tisztelt képviselőtestületnek, mint tulajdonosnak, hogy az itt jelenlévő Barics Arnoldnak ügyvezető igazgatói megbízást adjunk 2015. április 1-től egy évre szóló határozott időre, ami utána határozatlan idejűvé átalakul. Érzőszem, van egy megelőző határozat, hogy döntsünk arról, hogy így kinevezhetjük a Barics Arnoldot. Jó, egyet értek. Igen. És akkor még arról is döntse a képviselőtestület, hogy ez munkaviszony vagy megbízási. Jó, először arról döntünk, hogy pályáztatunk-e akkor, vagy nem. A bizottság végül is állásfoglalt, hogy nem kíván pályáztatni. Nem kötelező eleme ennek a döntésnek, de így vagyunk nyugodtabbak. Én azt javaslom, hogy ne írjunk ki pályázatot, hiszen ez egy bizalmi kérdés. Aki egyetért azzal a javaslatommal, hogy ne írjunk ki pályázatot az új ügyvezető igazgató személyére, azt kérem készfeltartásra szavazzon. Aki tartózkodik, egy ellene, nem szavazott senki. Köszönöm a támogatást, tisztelt képviselőtársaim. Ezek alapján én javaslatot tennék akkor az új ügyvezetőigazgató személyére. Előbb elmondtam, Barics Arnoldot javaslom ügyvezetőigazgatónak egy éves határozott időre, ami utána határozatlan idejűvé alakul át, változatlan juttatásokkal, bruttó 225 ezer forint volt a bruttó fizetése a korábbi ügyvezetőigazgatónak, plusz költségtérítésben részesült. És aki ezt elfogadja, azt kérem készfeltartást. Bocsánat. Milyen jó viszonyban. Igen, köszönöm. Munkaviszonyban. Hozz beleteszem azt is, hogy munkaviszonyban. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetértek, kérem készfeltartásra szavazzon. Köszönöm. Tartózkodás. Ellenszavazat. Na, nekem is tudnak meglepetést okozni képviselőtársaim. Büszke vagyok önökre. Magunkra is, és gratulálok Barics úrnak. Úgy látszik, hogy egy kompromisszumos szemét találtunk, nincs vége a napirendnek, mert az én szívem úgy fáj egyébként, tehát a korábbi ügyvezetőt tényleg meg kell köszönni, hogy hosszú idő áll mögötte és mögöttünk, a település rendkívül rendben van, büszke lehet ő is a tevékenységére, mi mindannyian Kozár Miskenyek képviselők és intézményvezetők. Nem nagyon van olyan település, aki ilyen rendezettséggel büszkélkedhet, szerintem. Egy-két kivétel van, ott nyilván óriási
gazdasági társaságok és adóbevételek vannak a háttérben, egy ilyen kis településen, ilyen kis bevételekből ezt produkálni, ez mindenképpen komoly munka. Más kérdés az, hogy az elvárás ennyi volt a tulajdonos részéről, hogy a város gyakorlatilag képe rendezett legyen, rendben legyen tartva. Ez változott, ehhez kerestünk új szemét. Köszönjük a ügyvezető úrnak. Várok javaslatokat, hogy akkor ő vele milyen, hogy legyen ez az elvárás. Én azt szeretném, hogyha adnánk időt arra, hogy megfelelően átadja a munkakört az új ügyvezetőnek, és ezt a plusz juttatás kifizetésére én is javaslatot tettem volna, tehát ez itt megvan a részemről fogalmazva, de ehhez kötném, hogy az átadás átvétel határidőben rendben megtörténik, és várok javaslatokat, mert mondjuk én nekem a Feleki Attila képviselő által javasolthoz képest egy kisebb mértékű lett volna a javaslatom, de ebben bármilyen kompromisszumos döntést hozhatunk. Elnök asszony, Éva. Köszönöm a szót. Én képviselőtársam javaslatát megerősíteném és támogatnám. És az a határidő, ameddig át kell adni, hiszen nagyon rövid időről beszélünk, azt is szeretném, hogyha meghatároznánk, hiszen ma már 18-át élünk és 31-ével lejárt munkanapokat nézünk, nem biztos, hogy egy ekkora céget át tud adni ilyen rövid idő alatt az ügyvezető úr, illetve aki átveszi, hogy több idő kell ahhoz, hogy mindent alaposan meg tudjanak beszélni. Ennek a határidejét is szeretném, hogyha meghatároznánk most, amiben belefér mindent, hogy biztonsággal, nem feltételezem, hogy nem, de hogy legyen idő az átadás átvételre. Jó, várom a véleményeket ezzel kapcsolatban, én az enyémet elmondom. Tehát azért egy polgármesteri munkakört is egy nap alatt ugye át lehet adni, venni. Egy edzői munkakört is sikerült egy nap alatt átadni, átvenni. Vannak hiányosságok. Nyilván itt egy leltár, ami segíti a munkát. Jövő hét az 3-ával kezdődik, segítséget kérek 23. Hát igen, itt igazándiból egy hét, 5 munkanap áll rendelkezésre. Ha valaki ezt kevésnek gondolja, várom a javaslatot, én elégségesnek tartom. Annyival egészíteném ki, hogy ez a jelenlegi ügyvezetőnek lenne plusz munka, de az alaposság az lehet, hogy nem tudom. Ezt ítélje meg, aki átveszi, hogy ennyi idő alatt meg tudná tenni, és itt van körülben. Én úgy gondolom, kérdezzük meg. Köszönöm. Tessék, Baricsó. Nem kértem szót, de ha kapok szót. Én úgy gondolom, hogy ez a fennmaradó idő 31-ig, ez egy olyan idő tud lenni, amikor át lehet venni. Természetesen a pusztai úrnak a segítsége szükséges hozzá, és önélkül ezt nem lehet megtenni. Itt azért egy komoly fizikai leltárról is szó van. Én a hétfő naptól, de ha kell, akkor holnaptól átszervezem a dolgaimat. Én úgy gondolom, hogy itt egy komoly átadás átvételnek kell lenni, és ez kettőnknek egy ilyen megbeszélésén múlik, hogy mikor tudjuk elkezdeni. Én gondolom, hogy attól függetlenül, hogy esetleg elsőjétől lett a munkaviszony, ez az én biztonságomat is szolgálja, bármikor nyitott vagyok arra, hogy jelölve meg neki el. Jelző asszony. Hát, hogyha elkezdve olyan, amit esetleg elkerülje a figyelmünket szakmai oldalról. Jó. Mondom, én elégségesnek tartom az április 1-jét megjelölni. Elhangzott egy 3 havi javaslat. Nézem a szemeket, hogy gondolják képviselőtársaim. Nézzek ide is. Van másnak más javaslata? Legyen több javaslat, mert akkor mindegyiket megvitatjuk, illetve hát módosító indítvány, vagy eredeti előterjesztés, és akkor... Akkor Wikman képviselő, tessék. A 3 nem lehet, akkor legalább egy hónappal megtolni az átadás átvételi időt, és akkor ebből benne van ugye a szabadság, hogy még neki vissza van, és még a szabadság után lenne pár nap. Ez egy javaslat volt, csak nem értem, hogy hogyan, tehát az átadás átvételre adnánk több. A pusztai úrnak mennyi szabadsága van. A határozott időszerzős lejár, akkor is több szabadság. Hát illetve ha nem veszi ki, akkor nem veszi ki, mert ezt kellene kötni, tehát én azért mondtam, mindegy, hogy 1, 2 vagy 3 havíról vitatkozunk, azt az átadás átvételhez kell kötni. Ha nincsen meg a határidőben, akkor nincs az a pénz. Én azt gondolom, hogy ez egy ösztönző is egyben.
Tessék, Éva. Köszönöm. Én Barics Arnold személyéről ma hallottam először, tehát hogy én nem beszéltem erről vele egy mondatot sem. Én azt gondolom, hogy nem szeretném a magyar ügyvezetőt dolgoztatni. Ez egy felvetés volt. A leendő ügyvezető véleményét követően visszavonnám azt, hogy a határozott időlejárta után legyen akkor további alkalmazással, nem mint hogy az általánosságban beidejelődik. Kedves képviselőtársaim, tehát a lejár. Április 1-től új ügyvezetője van, erről döntöttünk a önkormányzati tulajdonú Kft.-nek. Nyilván tudjuk, hogy az átadás átvétel, nem biztos, hogy elég erre ez az idő, ez hosszabban is elhúzódhat. Ezért kell adni, gyakorlatilag ez egy célprémium, vagy jutalom azért, hogy akinek lejárt a megbízatása, rendelkezésre álljon még egy bizonyos időintervallumban, hogy megtörténhessen az átadás átvétel. Ezért most meg fogunk határozni, ha úgy tetszik, ez egy prémium, ami célhoz van kötve. Jól mondom, Feleki képviselő úr. Az a kérdés, hogy akkor ez lehet akár április 15, az április 30 az biztos, hogy nagyon messze van, az irreális. Én benne vagyok, hogy legyen április 10 vagy április 15, nézzük meg a munkanapokat, és arról beszéljünk, hogy akkor ez mekkora ez az összeg. Meg fog történni ez az átadás átvétel, hiszen azt a munkát fizetjük meg ezzel, amit ő még beletesz, hogy ez az átadás átvétel megtörténjen, mert április 1-től már neki nincs megbízása, kinevezése, ugyanis díjazás, de ezzel díjazzuk. Meg elismerjük az eddigi tevékenységet. Na, akkor volt egy 3 hónap, volt egy hónapos javaslat. A dátum az egyszerűbb lesz. Április 15-ig? Hol képviselő úr, elnök úr? Köszönöm szépen, polgármester úr. Arra való tekintettel, hogy 7,5 nap szabadság jár a Pusztai úrnak a megbízás lejártáig, tehát 7,5 munkanap. Én azt javasolnám, mivel az átadás átvétel minden bizonnyal 5-7 napot igénybe fog venni, én azt javasolnám, hogy egy havi plusz juttatást kapjon, tehát április végéig kapja meg a juttatását, és ezen időn belül, ahogy az új ügyvezető úrral megbeszélik az átadást, átvételt, az szerint történjen meg, hiszen ő azt nyilatkozta, hogy nyitott erre bármikor, akár a gyakorlatilag április 1-je előtt is, mielőtt a megbízatása megkezdődne. Én azt gondolom, hogy ők ezt rugalmasan meg tudják egymás között oldani. Köszönöm szépen, polgármester úr! Jó. Köszönöm. Akkor mi a javaslat? Plusz egy hónap, tehát április 30. Március. Nem. 3 hónap havi juttatást kapjunk a leköszönéshez igazodóan. Elhangzott, hogy 1 hónap, más javaslat nem volt. A másik pedig az, hogy mi legyen az az időpont, ameddig át kell adni. Volt egy április 1-je javaslat, volt, én ezt módosítom a magam részéről, egy naptárt kérek, munkanapot szeretnék megjelenni. Április 10-e munkanap? Igen, pénteki nap. Április 10-e lenne részemről egy javaslat, hogy addig kell ezt megejteni. Van ehhez képest eltérő javaslat? Képviselőtársaim van. Ha nincs, akkor először egy külön határozatba az átadás átvételi határidőt, ezt nem is szavaztatom, április 10-ével határozzuk meg, azzal, hogy ugye egyik javaslat, az első az volt, hogy 3 havi juttatást kap, amennyiben ez rendben megtörténik, és a jegyzőkönyv elkészül és aláírásra kerül. Aki ezzel a javaslattal egyetért, ez volt az első, azt kérem készfeltartással szavazom. 3 hónap, április 10. Van, aki tartózkodik, van ellenszavazat. Nincs, akkor okafogyottá vált a másik határozat, akkor a testület döntése ebben a kérdésben egyértelmű. Természetesen külön protokollt szervezünk azért rendezvényt annak, hogy ez a elköszönés megtörténjen megfelelő keretek között, ebben kérem a hivatal, illetve jegyzőasszony segítségét.
Igen, erre majd várom a javaslatokat. Akkor ezt a napi rendi pontot lezárom. 19. Polgármester úr azt mondja, hogy ne zárjon ezt a napi rendi pontot, mert elfelejtettük hozzátenni, és 17-es napi rendi pontot még kiegészíteném még egy alponttal, mert a felügyelő bizottságnak is lejár március 31-ével megbízatása, és felügyelő bizottsági tagokat kell választanunk, elnököt és két tagot. Tisztelt képviselőtestület, igen, a polgármester úr, köszönöm a segítséget, elfeledkeztem róla, egy is személyi kérdés. Új felügyelőbizottságot is kell vállalni, nevezni. Emlékszünk rá, hogy többször kijelentette a jelenlegi, hogy utolsó határidő, hogy ezt csinálják. Már most se akarták elvállalni, de március 31-ig elvállalták a megbízatást, új tagokat kell jelölni. Polgármesterként én jelölnék, aztán a képviselőtestület vagy elfogadja, vagy lehet tenni más neveket is javasolni. Én javaslom a felügyelőbizottságba a képviselőtestületnek, ugye három fő, a felügyelőbizottság elnökének javaslom a Pól Imrét, második tagnak javaslom a Csobán Robertet, ő is Kozámisten ismerik sokan, és harmadikként javaslom Varga Miklós urat, aki a Pécsi Sörgyárnak volt a kereskedelmi igazgatója, ők láttak mind a ketten már ilyen céget működni kívülről, belülről, kozámisteni emberekről van szó, tehát ahogy elmondtam, újabb személyeket akarnék bevonni. A testületből elegendőnek tartom egy főt ebbe a felügyelőbizottságba delegálni. Azzal, hogy a tulajdonosi képviseletet akkor viszont a Pól Imre úrtól elvonnánk, és ott lenne a javaslatom, hogy a polgármester gyakorolja a tulajdonosi képviselőjogokat. Ugye erről korábban döntöttünk novemberben, úgy emlékszem tavaly. Így állna föl a felügyelőbizottság. Van-e más személyi javaslat, a koncepció így jó-e, hogy a testületből egy fő legyen a felügyelőbizottságba, és két külsőst kérjünk fel. Nem olyan nagy munka ez a felügyelőbizottság részéről, de a korábbiak érdekes módon nem akarják vállalni. Én szerettem volna, ha vállalják tovább. Képviselőtársaim. Elfogadhatónak tartom polgármesterről egyébként, azt szeretném felhívni a figyelmet egyébként, hogy a felügyelőbizottság az első szervez, amikor bármi, hát mondjuk jogi probléma, vagy bármi olyan előre utólag kiderült probléma napvilágra kerül, akit elővesznek. Úgyhogy én nagyon szívesen támogatom azt, hogy elnök úr ebben részt vegyen. Köszönöm, akkor egybe felteszem szavazásra. Úgy láttam, hogy másik az Andiból nem kíván. De tart, mindig valahogy nem látok. Igen, képviselőasszony, tessék. Polgármester úr, csak annyit, hogy legalább ismerjük meg ezt a... Vagy én, vagy nem, ti ismeritek? Hát ismerjük, igen. Legalább, ismerem. Találkozzunk velük. Hogy igen, most nem egy gyakorlat, egy testületülés. Most elégedjünk meg, hogy megvan az ügyvezető igaz, vagy nem tudom... Igen. Titulusot hirtelen. Igen. És a következő bizottságira vagy testületére jöjjenek. Alapító okiratba ezt be tudjuk jelenteni a nélkül, hogy felügyelőbizottságunk lenne, vagy valami gondolat. Jó, oké. Kedves képviselőtársaim, mivel jogi akadálya nincsen, tehát be tudjuk úgy nyújtani az alapító okirat módosítást, csak majd még egyszer kell, ezért elfogadom. Hirtelen jött a javaslat, a javaslatom ismert, következő testületülésen hozunk erről döntést, akkor elnapolom. A felügyelőbizottságról most nem hozunk döntést. Hogy? Döntést hozhatunk. Miről? Nem, elnapolom, tehát akkor az egy következő testületülésre, írásba kiküldjük az előterjesztést, egy kis nacionálét kell tenni a jelöltekhez, én ezzel egyébként egyetértek. Azt gondoltam, hogy mindenki ismeri ezeket a személyeket, mert ugyanúgy régi kozámistenyekről. Tehát már megfelelő időt eltöltöttek ezen a településen, és jártasak ezen a területen. Akkor ezt a napirendi pontot lezárom. 18-as napirendi pont, döntés a civil szervezetek támogatásáról. Nem szeretném, hogyha különösebb indulatokat keltene ez a napirendi pont is. Tájékoztatok mindenkit, és a nézőket is, az érdeklődőket, hogy a polgármesternek megvan az a joga az új önkormányzati törvény alapján, hogy a testületi vagy a bizottsági döntéseket felfüggeszti, azok végrehajtását és felülvizsgáltatja. Én értem ezzel a jogommal, mert nem voltam igazándiból, egyszerűen az indok nem voltam belevonva ebbe,
nem lettem tájékoztatva, és ha még egyszerűbb más véleményem van a döntéssel kapcsolatosan, ezért megírtam mindenkinek, alkalmaztam ezt a jogot, hogy a kulturális oktatási, szociális kulturális oktatási bizottság döntését a civil szervezet támogatásáról felfüggesztettem, és felülvizsgálatra a képviselőtestület elé terjesztem. Annál is inkább, mert volt egy ellentmondás, amire nem figyeltünk. A rendeletünkben, a segítséget kérek, melyik rendeletünkben? Felhatalmaztuk az SMS-ben, hogy ő dönt ebben a kérdésben, viszont a költségvetési rendeletünk meg nem egyértelmű ebben a kérdésben, mert az SMS azt mondja, hogy a költségvetésben neki delegált pénzek tekintetében önállóan döntést hoz, és a költségvetésben pedig nincs ez így nevesítve, igaz, hogy a civil szervezetek van nevesítve, de korábban, ha emlékszünk, még néhány évvel ezelőtt ez a költségvetésben konkrétan így jelent meg, hogy ebben a sor tekintetében a bizottság hozhat döntést, amikor még Tóth Sándor úr volt ennek a bizottságnak az elnöke. Tehát van egy jogi ellentmondás, és én így láttam jónak, hogy erről a végső döntést a képviselőtestület hozza meg, ezért ez most itt van a testület előtt. Én kiküldtem ehhez egy előterjesztést, egy javaslatot, és akkor ezt lehetne most megvitatni. Elnök asszony, önnél a szó. Köszönöm szépen, polgármester, indulat nélkül. Amikor megtörtént az, hogy a költségvetésben azt az összeget, amit a bizottság erre a célra megkapott, én akkor és az után sem kaptam öntől jelzést, hogy ezen a bizottság ülésen részt szeretne venni. Azon kívül, hogy ez, amire most utalom a 61-es paragrafus 2-es bekezdése van, de a képviselőtestület határozatával ellentétes, és sért az önkormányzat érdekeit. Sem ellentétességet, se sérelmet nem gondolom, hogy történt ebben az ügyben, hiszen előtte együtt voltunk ott abban a civil kerekasztalban, ahol ön elmondta a civileknek, hogy hogyan és miképp fog történni. Kérte, hogy a pályázatban olyan indikátorok jelenjenek meg, amely a döntést segíti. És amikor a Szociális Bizottság ügyés történt, erről tudott, hogy mikor bonyolódott, és azt is, hogy milyen napirendi pontjaink vannak, hiszen kérdés volt, hogy azon a ülésen ezt megbeszéljük, amúgy pedig a bizottság ülései azok teljesen nyilvánvalóan tudhatók, hogy mikor vannak. Nyitott, egy előző testületi ülésen a képviselőtársaimnak nyitottá tettem, hogy aki részt szeretne venni, bármikor részt vehet. Én azt gondolom, hogy azokat a szempontokat figyelembe véve, amit akkor kért polgármester úr, és már másodjára említett indikátorok szó, ami azt jelenti, hogy különböző szempontokat kértünk a pályázatnál, hogy milyen tagság van, mennyi befizető van, stb. Kértem arra a bizottságot a döntésnek, hogy úgy gazdálkodjunk, hogy maradjon most már az előző napirendi pontok alapján egy második forduló, ahol szintén lehet támogatást kérni. Nem kaptak a civilek többet annál, mint amit az elmúlt időszakban kaptak támogatást, illetve vannak olyan civil szervezeteink, akiknek kiemelkedő rendezvénye lesz, évfordulója lesz és egyéb. A civil egyesületek támogatásának a módosítása, hogyha azon az összegen belül marad, amit mi ott meghatároztunk, akkor is én azt gondolom, hogy ezzel meg van kérdőjelezve a bizottságnak a munkája. De ez több lett. Tehát, hogy nem, hogy kevesebb lett, hanem több lett. És ismerve azt, hogy milyen pályázatot adtak be a civil egyesületek, ismerve azt, hogy az egyesületek vezetőivel is beszéltünk erről, és látva azt, hogy milyen pályázatokat fognak beadni, amivel ők ezeket az önkormányzattól kért támogatásaikat ki tudják egészíteni, én, és most erre koncentrálva, ezt a civil egyesületi támogatási tárgyalatot ezzel az összeggel nem tudom elfogadni, ezt a bizottság nem tárgyalhatta, mert a polgármester ezt magához rendelte. Én is mondhatom azt, hogy ebben az ügyben semmiféle egyeztetés személy szerint bizottság elnökével, vagy a két képviselő, aki ebben a bizottságban vagy, nem történt egyeztetés. Én azt gondolom, hogy abszolút indulat nélkül sérelmezem, hogy a bizottságnak a munkáját most felül tetszett írni, és bízom benne, hogy a jövőben, amikor valami hasonló dolog történik, akkor többet tudunk erről a dologról beszélni. Tehát nincs bennem sérelem, csak jelzem, hogy akkor ezt így deklaráljuk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hát én is indulat nélkül sérelmezem,
hogy a bizottság elnöke nem egyeztet a polgármesterrel, hiszen a bizottságok a polgármester munkáját és a képviselőtestület munkáját segítik, és hát magunk közül választjuk azért, hogy előrébb vigyük a dolgokat. Tehát valójában ebben a döntésben ez jelenik meg. A pénzügyi bizottság elnöke az soha nem tett olyat, hogy csak például még a legkisebb kérdésben is a polgármesterrel való megvitatás nélkül valamilyen döntési javaslatot terjesszen a bizottsága elé. A reflektárban nem ellentétes a jogszabállyal, mert a jogszabály azt mondja, hogy ha ellentétes a önkormányzat döntésével, két dolgot mond, ha ellentétes az önkormányzat döntésével, vagy egyébként szó szerint, legyen kedves, vagy önkormányzat érdekeivel. Először az első fordulata. Tehát, ahogy elmondtam, ellentmondás van a két rendeletünk között. Tehát, és akkor elmondom még, hogy miért. Az eredeti cél az volt, és ezt kommunikáltuk is mindenhol, én jó magam is, hogy ez a bizottság, ez egy erős bizottság lesz, felhatalmazást kap arra a képviselőtestülettől, hogy a egyesületi támogatásokat felossza, megvitassa és felossza. Én erre volt egy testületülés, két testületüléssel ezelőtt egészségére, amikor javaslatot tettem arra, hogy az SMS-t módosítsuk, és például a sport, az kerüljön át a pénzügyi bizottságtól is ehhez a bizottsághoz, mert ugye a sport is támogatásban részesül. Ekkor a képviselőtestület nem mutatott semmilyen konszenzust, ezt a döntést ezt nem nagyon tudta elfogadni a többség, ez látszott, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor viszont a döntési kompetencia sincs ennél a bizottságnál, hanem a képviselőtestület dönti ezt el. De ez egy kis technikai malőr következett be, mert az SMS egy következő ülésen úgy módosult, hogy megkapja ezt a jogot, de a költségvetésben meg nincsen benne. Tehát ugye a költségvetési rendelet szerint lehet ezeket a pénzeket felosztani, és az SMS nem elég. Az SMS-nek szinkronba kell lenni a költségvetési rendelettel. Tehát ezért látom ezt az ellentmondást. És egyébként a második fordulat, ugye az önkormányzat érdekeivel ellentétes, ez egy tág kategória, ez gyakorlatilag ez egy teljesen tág kategória, tehát mindenre rá lehet húzni. Polgármesterként úgy ítéltem meg, hogy ebben a kérdésben, amíg nem vagyunk egységesek abban, hogy melyik bizottságban milyen feladatok vannak, hogyan, miért különböztetjük meg a két bizottságot, egyiknél a sport, másiknál a kultúra, egyesületi támogatás, addig ez testületi szintre jöjjön ez a döntés, és ezért van itt napirendem. Még egy dolog, én is mondhattam volna egyébként azt, hogy erőből átvisszük például a felügyelőbizottság tagságát, mert egyébként a többségi döntés azt nagyjából láttam, hogy meg lett volna, de ez így elegáns, hogy mindenkit bevonunk, lehetőséget adunk, mondják el az érveiket, ha valami nem stimmel, valamire nem figyeltünk. Most gyakorlatilag ugyanezt mondták, hogy anélkül eldöntik, hogy megkérdeznék a többi szereplőt. Ez így van rendjén szerintem, hogy ebbe a testület hozzon döntést. Valaki más szót kér még? Na, még egyszer utoljára. Köszönöm az utolsó szójogámot, bízom benne, hogy még esetleg lesz hozzászólás, hanem akkor én ebben a testületben első bálózó vagyok. Elnökként is első bálózó vagyok, köszönöm a megtisztelő megbízást ezzel kapcsolatban. Polgármester úr nekem nem tette nyilvánvalóvá, hogy ebben a munkában be szeretne vonulni, és hogy annál a döntésnél ott szeretne lenni. Én mondjuk nyilvánvalóvá tettem, hogy azon a bizottsági ülésen fog ez megtörténni. Mint ahogy a múlt héten lévő bizottság ülésünkre is hívtam önt, nem megérkezni, bizonyára nagyon elfoglalt volt. Ha ezt mi tisztázzuk, akár a költségvetés készítésénél, hiszen önpolgármesterként, volt jegyzőként, ebben sokkal nagyobb gyakorlattal rendelkezik, mint én, hogy ön részt kíván venni ezen a megbeszélésen. Akkor természetesen meghívtam volna a polgármester urat, illetve, mint elmondtam, teljesen nyitottak a bizottsági ülések, tehát én előtt tanultam, és nem zokon véve ezt a dolgot, de azt azért visszautasítom, hogy tehát én nem ülök a polgármester úr nyakán nap, mint nap a hivatalban, hogyha nekem a hivatal főtanácsosával gondom van, vagy ha előre egyeztetünk, hogy mit szeretném megbeszélni, és azt gondolom, hogy ezeket a megbeszéléseket meg is tesszük. Ez teljesen nyilvánvaló, és ez nem azt jelenti, hogy számomra megvárni dolgokat, akkor én ezt megtettem volna, tehát nem illetlenségből és dacból nem hívtam a polgármester urat. Valóban nem tudás nem mentesít, bizonyára a jegyzőasszonyjal több időt fogok együtt tölteni, felvilágosítson arról, hogy a hibát ne kövessék el.
Jó van, köszönjük. Tehát mondom, semmi sértődés nincsen. Minden képviselő részt vett azon a képzésen, úgy tudom, talán Feleki képviselő úr is. Még én is, igen. Igen, még ő is. Amit a kormányhivatal szervezett, pontosan ezért, hogy felkészültebbek lehessenek a képviselők, és az új önkormányzati törvényt ismertették mindenkivel. Abba le van írva, hogy a polgármester ezeket a döntéseket felfüggesztheti, és újra tárgyalását kérheti, ebben az esetben már a képviselő testülettől. Tehát amikor úgy érzi, hogy valaki, hogy olyan horderő a kérdés, akkor azt szerintem fontos egyeztetni a város első emberével, mert előfordulhat akkor egy ilyen szituáció. Erre ki képviselő úr? Már megszólított polgármester úr, köszönöm. Tehát én nem vagyok első bározó, azért én már láttam itt sok mindent. Ilyet még nem. Tehát a képviselőtestület egy bizottság hatáskörébe útra egy feladatot, mert a polgármester úr egy jogszabályra hivatkoz, ez fel szíve jó. Még azt beleköthetnék nyilván, de nem fogok tartalmilag, hogy erre joga milyen elven van, szerintem egyébként nincs ezen jog. De kiindulva az alapfelállásból, én azt kérem, polgármester úr, legyen ez a téma világos. Tehát legyen ebbe a kérdésbe őszinte abba kategóriába, mi az ön elvárása. Amit ön az előbb elmondott érrendszer, az nem jó. Az azt jelenti, hogy önnek ebbe vétójoga van. Tehát egyeztet a bizottság, megcsinál mindent, de önnel nem egyeztetés, nem hagyta jóvá. Ilyen nincs nyilván. A bizottság kompetenciájában utaltuk ezt. Ha polgármester úr azt mondja, hogy igen, ezen a vitán én el akarom mondani és érvényesíteni akarom, mert én vagyok a polgármester, érvényesíteni szeretném azt, hogy nekem egy kicsit más elképzelésem, mert szerintem erre joga lehetősége van, nyilván a bizottság üléseként értem be nyilvánosság. Én azt gondolom, hogy ez jobb lett volna, hogyha akkor ezt megteszi. Elnézést, meg kell védjem ebbe az elnök azt, hogy legjobb tudásuk szerint órákat vitatkoztak azon, hogy ezt a kis pénzt elosztják, nem tudom, 10 egyesületnek. Én úgy érzem, hogy utána a munkájuk nincs tisztelve tartva ezzel, de még egyszer mondom, lehet, hogy önnek van igaz a polgármester, és az ő javaslata jobb. Nem, vitatom én ezt. Csak azért tiszteljük meg a bizottság munkáját azzal, hogy órákat eltölt azzal, hogy értelmezi, előveszi bekért bizonylatokat, bekért mondjuk anyagokat arról, hogy milyen módon osztja szét ezt a pénzt, és egyébként az előző évek gyakorlatával, hát nagyjából pariba van. Nem tudom, polgármester. Nem hiszem, hogy ebbe az irányba kellene elvinni a kommunikációt, hogy jogszabályokra hivatkozva függesszünk fel. Szerintem egy telefonnal gyorsabban célt ér, és a kommunikáció két ember között viszonylag gyorsabb ebben a témában. Köszönöm. Köszönöm. Hát természetesen nem értek ezzel egyet. Tehát a lényeg az, hogy a együttműködést várok el mindenkitől. Tehát ez egy település életében ez egy fontos kérdés, az egyesületi támogatás. Tehát azt azért illik megkérdezni, hogy akkor na, hogyan gondoljátok, milyen iránymutatás van, milyen támogatásokat lehet biztosítani, megkérdezni. Ezt én hiányoltam ebben a kérdésben, és itt van. Én azt gondolom, hogy minden képviselőtársam végül is ezek után, hogy a bizottsági feladatok szétosztásában sem tudtunk egyetérteni, mert ugye itt akartunk feladatokat átcsoportosítani, hogy akkor ezt a testület döntse el. De ezen, ha valaki még ki akarja fejteni a véleményét, adok szót, akik megszólaltak, azoknak már nem. Végül is túl fogunk lenni gyorsan, mert van egy javaslat, elő van terjesztve és a testület hatásköre. Nem vitatkozom, a törvény azt mondja, hogy a polgármester a végrehajtást felfüggesztheti, és ebben az esetben a képviselő testület dönt. Ezzel mindig élni fogok, amikor nem értek egyet a döntéssel. Erről nem mondok le, ezt most itt kijelentem. Köszönöm. Igmán képviselőtársam. Köszönöm a szót. Ezentúl bármilyen kérdésünk lesz, hogy bármilyen fölött döntünk szociális részen, akkor szinte ezt majdnem mindig meg lehetne vétózni. Nem csak ezt. Kedves képviselőtársaim, ott voltak az oktatáson. A polgármesteri státuszt megerősítette az új törvény. A polgármesternek megadta azt a jogot, hogy minden döntést felfüggeszthet és újra tárgyalásra visszautasíthatja, a jegyzőasszony. Így van? Hát ez a polgármesteri funkciónak a lényege. Ez benne van, Vikman képviselőtársam. Eddig nem éltem egyetlen egy ilyennel sem, és valószínű, hogy sokáig nem is fogok, de amikor úgy érzem, hogy nincs rendben, mert eltorzultak azok az arányok, akkor ezzel élni fogok, és akkor vagyok nyugodt, hogyha a képviselőtestület hoz ebben döntést. Nincs ezzel semmi baj, ezt a törvény adja ezt a lehetőséget, ez semmi különleges.
a polgármesteri státusz jogállás lett megerősítve ezzel a módosítással. Ez az új ciklus így indul 2014. október 13-ától. Kérdés? Gyöngyvér, igen. Igen, akkor egyet kérdezek, mert érintett vagyok. Valószínűleg nem is szabad ma kérdeznem akkor ezek után. A 7 civil szervezet pályázatában kettőben tetszett kevesebb összeget javasolni, mint a beadott összeg. Most tényleg zavarba vagyok, és megkérdezem, hogy kettő. A kozáros nem nyugdíjasok egymásról? A nyugdíjasok és a reformátusok. Nem, ott több. Több. Egyszerű matematika. Nem, most az általuk kérthez képest mondom, és a polgármesteri javaslatot összevetve mondom. Kérdezhetem-e, hogy miért pont ez a kettő, akinél kevesebbet tetszett megállapítani, a többinél meg... Javasolni. Vagy javasolni, a többinél meg... De azt is föl tudnám tenni azt a kérdést is, hogy nem tudom, képviselőtársaim, akik itt most dönteni fognak, látta-e mindenki a civil szervezeteknek a pályázatait, amiben polgármester úrral szintén konszenzusban a civil kerekasztalon miszerint tetszett kérni a tagságnak a beszervezését és így tovább, akkor elmondom kedves képviselőtársaimnak, hogy 95-en vannak a nyugdíjas egyesület tagjai, 70-en a Tornádó Egyesület, 24 a Józsa Gergely, 30 a Német Nemzetiség, és a Bújbújnál ott tetszett lenni, hogy ott esetleges a történet, mert táboroznak, stb. Az életesség is olyan 10 akárhányan vannak, a reformátusékat nem tudom megszámlálni, ez egy alapítvány. Tehát összefoglalva, és azt hiszem, hogy nem meglepődve, ha most az amellett a Nyugdíjas Egyesület mellett lobbizom, akinek 20 éve az elnöke vagyok, a Nyugdíjas Egyesület 20 éve alakult, és most ebben az évben van az emlékévünk, amire egy nagyon nagy teljes emlék évvel készülünk, tehát nem csak egy megmozdulással. A korábbi, nem tudom hányadik napirendi pontnál tetszett mondani, hogy programokat támogatunk. Hát ennél nagyobb program, most mint egy 20 éves jubileum, nem tudom, ezt szerettem volna elmondani halkan. Igen, köszönöm. Még valaki másnak? Hát igazán... Én csak annyit szeretnék mondani, hogy a pályázatokat kiküldtük e-mailbe. Akkor örülök. Azt mindenképp is megkaptam, még a bizottsági ülés. Hát én nem kaptam meg, mondjuk. Annyit mindenki kiküldte, én úgy tudom. Melyiket? A pályázatokat. A pályázatok tartalmát? Igen. Igen. Nem biztos, hogy amit beküldtek, pályázatot a civil szervezetek? Én nem kaptam ilyet. Hogyan? De egyébként a bizottság ülésre is nem ugyan, hogy minden képviselő kap egy anyagot? Amikor volt annak idén a bizottság ülés. A szocbizottságnál igen. Ez a szocnál nem is kaphatunk, mert ugye ott van egy csomó. De a pályázatokról. De most kiküldtünk. Jó. Akkor jó, kedves képviselőtársaim, tehát igazándiból az előterjesztés az ismert. Mindenki ismeri a szereplőket. A bizottság, amikor határozatát meghozta, ami előttem volt határozat, abban sincs indokolás, hogy akkor ennek miért annyi, annak miért annyi, miért lett csökkentve, biztos szóban elhangoztak ilyenek a vitában. Ehhez képest az előterjesztés az úgy kell venni, hogy az előterjesztés az a D pont szerint az az előterjesztés a mostani napi rendi ponthoz. Van-e valakinek módosító indítványa? A polgármester úr. Kértünk megint egyet ide, azt mondtuk, hogy ide csatoljuk a 18-os napirendi pontot, a Hadvirág Egyesület. Igen, mert ő neki újra be kell adni egy második körös pályázatot, az én mi értelmezésünk szerint, ezt el fogjuk mondani a polgármester úr. Hát, hogy elmítettük meg. Jó, módosító indítvány? Igen.
Igen, tessék. Igen, én javaslom polgármester úr fogadja be a módosító indítványnak azt, hogy a bizottság által javasolt összeg kerüljön meghatározásra azzal, hogy az önigényeinek megfelelően akkor a jövőben polgármester úr egyeztetve szülessenek végülőges döntésre. Tehát kérem, hogy azt szavaztassa meg módosításnak, amit eredetileg a bizottság javasolt. Jó, tehát ez módosító indítvány a én eredeti javaslatomhoz képest. Van más módosító indítvány? Gyöngyvér? Hát én nekem az megfelelő. Tehát én itt voltam a bizottsági ülésen, szavazati jog nélkül, tanácskozási joggal, akkor. És ott tényleg ízekre szedtük minden egyes pályázatot, tehát ismerjük a beltartalmát, ismerjük a munkatervét, ismerjük azokat az adatokat, amik determinálják az egyesületeket. Én többet nem tudok mondani. Köszönöm, akkor lezárom a módosító indítványokat, aki Feleki Attila képviselő módosító indítványával ért egyet, kérem készfeltartásra szavazzon. 3, aki ellene van. 4. Bocsánat. 4. Aki ellene van. 1, 2, 3. Aki tartózkodik. 4. Vagy tehát az a 7. Igen. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a módosító indítványt azt elfogadta a képviselőtestület. Jól mondom? Na, tehát akkor most, amiről szavazni fogunk, az úgy néz ki, hogy a C oszlop, akkor szerint ez a javaslat a képviselőtestület előtt, egyszerű többséget igényel. Valamit nem jól mondtam? 4-4 volt a szavazás. Befogadta a módosító indítványt, mert nem szavaztunk róla. Mi az, hogy 4-4 volt ott, vagy tartózkodás volt? Ott volt egy tartózkodás. 4 igen volt. 4 igen volt. 3 nem. 4 igen volt, 3 nem, és egy tartózkodás, a módosító indítvány el lett fogadva. Ezt mondtam, nem? A C-oszlop, igen. A C. Igen. Tehát most akkor az előterjesztés, ami a képviselőtestület, az talán van az a C-oszlop, kedves képviselőtársaim, amivel abszolút nem értek egyet. Vikman képviselőtársa. És most ezt kell feltennem szavazásra, aki egyetért a C-oszlopban. Jegyzőasszony, ne arra ugyan szóljon közben. Tehát a módosító indítvány befogadta a polgármester, nem kell róla szavaznunk, hogy meg elfogadjuk. Dehogy nem. Módosító indítványról szavaztunk. Az előterjesztés módosul, ez az ügyrendi szavazás. Feleki képviselő azt mondta, hogy ő már rutinos képviselő, a módosító indítvány az ügyrendi szavazás. Módosul vele az előterjesztés. Módosul vele az előterjesztés, és utána szavazunk az előterjesztésről. Jegyzőasszony. Mi az előterjesztés, polgármester? Hát 4 oszlop van. Az előterjesztés, nem, ha kihangsúlyoztam, hogy D oszlop az előterjesztés, mert én vagyok az előterjesztő, a polgármester az előterjesztő. Ebben a kérdésben így lett de a polgármester kérte a határozat felülvizsgálatát, a testület elé került az én javaslatommal. A tájékoztató azt, hogy mi volt A, mi volt a B oszlopban, mi volt a C oszlopban, és a D oszlop a javaslat. Az SMS ehhez a módosító javaslatokra a képviselőtestület külön szavazással dönt. Ez mindig is így volt. Rendben, képviselőtársam. Mondtam, hogy ebben a kérdésben azért nehéz engem megfogni, elvesztem időnként a fonalat, köszönöm. Jó. Tehát akkor most az a határozati javaslat, amiről dönteni kell, ami a C-oszlopban van. És akkor felteszem a képviselőtestületnek, aki egyetért a C-oszlop szerinti támogatásokkal, az készfeltartásra szavazzon. 1, 2, 3. Aki ellene van. 1, 2, 3, 4. Tartózkodás. Egy. Köszönöm. Most akkor azt elértük, hogy nincs döntés. Nincs döntés, nincs elfogadva a határozat. Várni kell még a civil szervezeteknek, várniuk kell még a következő testületülésre. Napirendet akkor ezzel lezárom, következő napirendi pontunk. Ja igen, Vadvirág Egyesülethez annyit mondok, hogy a korábbi döntés értelmében akkor ő gyakorlatilag az előírt nyomtatvány formában újra beadhatja, be kell, hogy adja a pályázatát. Ehhez akkor annyi a javaslat, hogy a képviselőtestület döntsön arról, hogy nem tud miről dönteni, mert a többi pénzt sem osztotta fel. Nem osztotta fel a többi pénzt a képviselőtestület. Ó! Köszönöm, jegyzőasszony. Köszönöm, már nyertünk, jegyzőasszonya. Igen, hát az eredeti javaslatot is fel kell tenni. Biztos, hogy így van, jegyzőasszony. Szerintem igen.
Hát ugye a módosító indítvány, elfogadták a módosító indítvány, elfogadták, aztán javas, szavaztak most arról, hogy a módosító indítvány szerinti oszlopot elfogadják-e, azt elvetették. De akkor most meg kell szavaztatnunk, hogy az eredetivel akkor most mi van, mert akkor visszaálltunk az eredeti állapotba. Szünetet rendelek el. A ügyrendi probléma merült fel, ugye ilyenkor a módosító indítvány, nagyon precízen akarjuk ezt csinálni, és ilyenkor vannak ilyen megválaszolatlan kérdések, de jegyzőasszony végül is a jogi kérdésekben az autentikus, és azt mondta, hogy az eredeti előterjesztésről is kell javaslat szavazni, illetve dönteni, amit a polgármester előterjesztett. Azért is fontos ez a kérdés, mert a civil szervezetek pályázatokat szeretnének benyújtani, amelyek most március 24-én határidősek, abban a helyzetben semmiképpen sem szeretnénk hozni őket, hogy nem tudnak pályázni, hiszen megígértük, én személyesen, remélem képviselőtársaim ezt osztják, de én úgy tudom, hogy azért ebben konszenzus van, hogy minden szervezetnek az önerőt támogatjuk annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb pályázati eredményeket érjék el, és ezeket a pénzeket idehozzák a településre. Jó, tehát akkor az eredeti polgármesteri javaslatot fel kell tennem szavazásra, ezek szerint az a D-oszlop szerinti javaslat, aminek a vége az, hogy 2 millió 810.000 forintot osztunk szét a részletezett formában a civil szervezeteknek. Aki ezzel egyetért, azt kérem, hogy készfeltartásra szavazzon. 1, 2, 3, 4, 5. Aki ellene van, 2, 3. Köszönöm. Még egy döntés kell arról, hogy akkor a második körben ott valami határidőt kellene határoznunk? Hogy, de akkor ezt úgy veszük, hogy ki van írva a pályázat második körben is? Vagy be lehet nyújtani simán az adatlapot? Jó, köszönöm. Kollégáim meggyőztek, hogy erre nem kell döntést hozni. Fuego Sport Kft.-vel megkötendő bérleti szerződésről döntés. Tisztelt képviselő testület, ismerve a képviselőtestület korábbi döntését, miszerint külön kell szerződést kötni a Fuego Sport Kft.-vel a műfüves pálya bérleti díjára vonatkozóan, a képviselőtestülettől várnék egy megerősítést, hogy ezt a szerződést ebben a formában aláírhatjuk-e. Számomra a bizonytalanságot az okozza, amit itt most egy ilyen skicben mindenki elé oda tettünk, nem kell áttanulmányozni, mert ez szerintem mindjárt úgy érteni fogjuk, hogy miért raktunk ide. Ez a városnak a sport típusú szerződései 2006-tól a mai napig. Itt találtunk 10 darab ilyen szerződést, és elég nehéz ezeket áttekinteni. Én igazándiból akkor nagyjából azt mondom, hogy értem, de biztos vannak olyan kérdések, amikben nem vagyok biztos, még ezek alapján sem. Feleki képviselő szerintem ő a legautentikusabb ebben a kérdésben, de képviselő társaim szerintem nem értik. Tehát, hogy mikor, milyen szerződést kötött az önkormányzat, miért kötötte, miért módosította, és most melyik szerződések vannak hatályban, illetve van-e ellentmondás ezek közt a szerződések között. Én ezt szeretném ezzel a táblázattal ezt megvizsgáltatni, és egy végleges anyagot a képviselőtestület elé rakni, úgyhogy el tudom képzelni azt, hogy én azt mondjam a képviselőtestületnek, hogy ezt most napoljuk el, és a képviselőtestület hatalmazza fel a polgármestert, hogy ezeket tekintse át, foglaljuk egy rendszerbe, és terjesztem a testület elé, hogy mely szerződéseket kell esetleg módosítani, felbontani, melyek az élő szerződések. Annál is inkább, mikor itt vagyunk egy komoly stadionfejlesztési beruházás küszöbén, és az ott elképzelt koncepció az nem illeszkedik a mostani szerződésekhez. Ugyanis az az elképzelés, ugye a képviselőtestület ezzel tisztában van, hogy a felújított és bővített, korszerűsített stadiont azt valamilyen formában hasznosítani fogja az önkormányzat, praktikusan bérleti szerződés keretében, és ezzel viszont ellentmondásban vannak a most hatályos sporttípusú szerződései az önkormányzatnak. Én egybe szeretném kezelni ezt az egész kérdést, így külön, hogy a Fuego béleti szerződését aláírjam, én így nem igazán tudnám ezt vállalni. Először meghallgatom, hogy mit mondanak, és utána teszek javaslatot. Önöki a szó.
Kér valaki szót? Pol, elnök úr. Köszönöm szépen, polgármester úr. Arra való tekintettel, hogy itt nem évi viszonylatban nem kevés pénzről beszélünk, valóban próbáltuk áttekinteni ezeket a szerződéseket. Én megmondom őszintén, én se értem a végére, mert bizonyos átfedések vannak, és túl sok a módosítás. Sokkal, de sokkal több időre van szükség, úgy gondolom. Én azt gondolom, hogy Feleki képviselő urat igencsak be kéne vonni ebbe a dologba, és együtt átbeszélni. Biztos van olyan dolog, amiben fel tudna bennünket világosítani, hogy mi miért történt, illetve miért vannak esetleges átfedések. Én kérném a polgármester urat, hogy vegye ezt le napirendről, és tárgyaljuk újra az egészet a következő testületi ülésen. Köszönöm. Tehát én valójában én aláírnám ezt a szerződést, és ha úgy döntünk, hogy levesszük, akkor is megírjuk a cégnek, hogy még kérünk egy kis türelmet, hogy felülvizsgáljuk, és akár egy rendkívül testületülés keretében, hogy ne kelljen várni április közepéig, végéig. Hajlandó vagyok visszatérni, de nem volt elégséges az idő számomra sem, hogy ezeket én átlássam. Teljes mértékben megértsem a koncepciót, azt értem az alapkoncepciót mindig, hogy mi volt az, ami ezeket a szerződéseket indikálta, és mi volt a cél, de vannak ellentmondások a szerződésekben. Feleki Attila. Nem tudom, polgármester, hát én évek óta próbálom, mikor megkérdeznek, elmagyarázni, aztán mindig elodázódik a probléma. Egyet értek azzal, hogy mondjuk egységes szerkezetbe lehet. Tehát én azt szeretném, ezeket, ha minden képviselőtársam értené, hát és ne jöjjön utána. Nem tudok garanciát vállalni. Nagy ritkán, mikor meghívnak ezekre az egyeztetésekre, akkor mindig eljövök. Tehát jövőben meghívnak. Jó, tehát én nem akarok úgy javaslatot tenni, hogy írjak alá egy szerződést, hogy nem érti mindenki az elejétől a végéig, hogy miért írunk alá, és miért fizetünk évente 5 millió forintot a műfős pályáért. Amikor ezt mindenki megértette, akkor azt tudom mondani, hogy na, akkor mindenki döntse el, hogy kapok-e egy ilyen felhatalmazást, vagy nem. Egyetértünk ezzel, van más vélemény? Mert akkor erre hivatkozással én ezt a napi rendet elnapolnám a következő, akár rendkívüli, akár soros testületülést. Természetesen a bérlőjét is. És értesítjük a bérlőt, hogy lesz döntést, csak egy kis türelmet kérünk. Legkésőbb 30 napon belül ez a testület elé kell, hogy kerüljön. Gyakorlatilag ez a dolog egy táblázatba foglalva, ahol már nincsenek ellentmondások. Vagy ha van, az meg van magyarázva egy nyomtatott formában. Jó, aki egyetért azzal, hogy akkor ezt a napi rendet napoljuk el, általam elhangzott formában, az készfeltartás a szavazatot. Köszönöm. Tartózkodás, ellenszavazás nem volt, köszönöm. Tájékoztatás a Magyar Éghajlatvédelmi Szövetség megkereséséről. Jegyzőasszony, önnél a szó. A Magyar Éghajlatvédelmi Szövetség a Pécsi Székely Zöld Híd Alapítványon keresztül kereste meg az önkormányzatot. A célból, hogy az önkormányzat csatlakozási szándék esetén hozzon egy olyan tartalmú határozatot, hogy részt venne a Magyar Országi vagy Magyar Éghajlatvédelmi Szövetség munkájában. Amit a Magyar Éghajlatvédelmi Szövetségről lehet tudni, azt az előterjesztésben úgy nagy vonalakban kifejtettük. Amit fontosnak tartottam kiemelni, hogy rendes és pártoló tagként lehet csatlakozni a szövetséghez. Itt az előterjesztésben mi a pártoló tagságot jelöltük meg. Amennyiben az képviselőtestület úgy mondta, hogy pártoló tagként csatlakozik-e az Éghajlatvédelmi Szövetséghez, ez anyagi megterheléssel az önkormányzatnak nem jár, tehát nem kell tagdíjat fizetni ebben az esetben, viszont akkor a Zöld Híd Alapítvány, mint koordinátor vállalja, hogy elkészíti az önkormányzat éghajlatvédelmi programját, úgyhogy egy szemét bevon, akár a képviselőtestületből, akár a településről, aki közreműködik az éghajlatvédelmi program elkészítésében, illetve ez a személy részt vesz a Zöld Híd Alapítvány által szervezett képzésen,
és az, vállalja még a Zöld Híd Alapítvány azt is, hogy megvalósít egy helyi akcióprogramot, ez lehet akár helyi termékpiac, amiről én úgy tudom, hogy amúgy is az önkormányzat, illetve a képviselőtestület elképzeléseivel összhangban állna, vagy akár egy iskolai programot a képviselőtestület döntése alapján, és ha jól tudom, akkor ebben a programban való részvétel koordinálására Csusza képviselőasszonyt jelölni a testület. Köszönöm, Jelző asszony. Igazándiból a lényeg az egésznek, mindjárt megadom a szót, hogy szerintem a Zöld Híd Alapítvány és az Éghajlatvédelmi Szövetség nyertek valamilyen pályázati forrást arra, hogy ilyen programokat készítsenek és ilyen képzéseket végrehajtsanak. Mivel a részünkről nem jár semmilyen anyagi kötelezettséggel, fizetendővel, ingyenesen kapunk egy programot, én azért terjesztettem a testület elé, mert akkor ebben végül is lehetne ilyen döntést hozni, és a Tuza képviselőt megkérdeztem asszonyt, hogy akkor ő ezt vállalná, és ha nem nagyon megterelő, akkor azt mondta, hogy igen. Elnök asszony, tessék! Köszönöm, polgármester úr, valóban többet kell, hogy beszélgessünk egymással, mert akkor elmondhattam volna, hogy az Éghajlatvédelmi Szövetségnek már elég régóta az iskola kapcsolatban van, ráadásul ez a pályázat, amiről ön beszél, mi az egyik bázis iskolája vagyunk, szerződésünk van vele, megvalósítandó programtervünk van, és az iskolának van éghajlatvédelmi programja és éghajlatvédelmi tervezete. Ezzel kapcsolatban nem egy, hanem most már évek óta tartó programsorozat megy. Ha az intézményben, a büfénél jobbra megyünk fel a lépcsőn, akkor ott van az a plakett, amit az eddigi munkánkért már kaptunk. És az Zöld Híd Alapítványon keresztül végezzük ezt a tevékenységet, amelynek a koordinációját a természettudományos műhely folytatja Ács Balázs tanárról, illetve az én irányításommal. Nyakig benne vagyunk ebben a pályázatban, nagyon sok minden meg fog valósulni a településen ezzel kapcsolatban, és főleg az óvodában, meg az iskolában. Sok feladattal jár, ennek ellenére és emellett én támogattam, hogy a képviselőtestületben rajtam kívül más is kapjon ezzel kapcsolatban képzéseket, mert ezeken a képzéseken részt veszek, tájékozott vagyok benne, de én örülök neki, hogyha itt bevonódik ebben a dologban. Ebben Tuza képviselő asszony bevonódik ebben a dologban, hogy támogattam, csak tájékoztatnám a képviselőtársaimat, hogy nekünk ebben már érdemeink is van, mert az iskolán nem véletlenül kaptuk meg azt a kitüntető elismerést, ami ott van már az iskola falán. Ezért is tartom nagyon fontosnak, polgármester úr, hogy év végén ne csak egy gazdasági beszámolót kérjene a fenntartó, hogy a működtető önkormányzat az intézményt, ahol meg szakmai beszámolót is, mert nagyon sok mindenben tudok meglepetést szeretni. Nagyon köszönöm, tehát hasznos volt, én nagyon örülök neki. Amúgy érdemes részt venni ennek a szövetségnek a munkájában az Zöld Híddal. Tehát akkor ugye az első gondolatom az volt, hogy akkor nem véletlen, hogy megkeresték az önkormányzatot, igen. Mert ezek szerint az iskola már aktívan részt vesz ebben, és már van referencia. Ugye az az iskolai szint, itt most az önkormányzati szintről van szó, és hogyha igazgatóasszony már részt vett ezen a képzésen, akkor nyilván nem baj, hogyha mást jelölünk, még hogy ő is vegyen részt. Mondjuk annyiban furcsa, hogy ott van egy táblázat referenciaként, és nincs megjelölve nekünk az iskola. Egy hete kaptuk meg ezt a... De aki küldte nekünk a Zöld Híd Alapítvány, itt nem nevezte meg az iskolát. Tehát neki kellett volna jeleznie, hogy az iskola már itt van, ez nem történt meg. Nem változtat a dolgon, van egy lehetőség, csatlakozzunk hozzá, lesz egy programunk. Van, aki vállalta ezt, hogy elmegy, képzésekre kell eljárni, háromszor kétnapos képzésre, ezzel után egy teher is. Mert aztán el kell készíteni egy programot. Kérem, hogy fogadjuk el ezt az előterjesztést. Aki egyetért készfeltartásra szavazott, tartózkodásra ellen szavazott nincs. Köszönöm. 21-es napi rendi pont, döntés bírósági ülnök jelölt állításáról. Jegyző azt mondja, az előterjesztője. Ugye, ahogy az előterjesztésben is kiment, a Magyarország alaptörvénye, illetve a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény jelöli meg azt, hogy a bíróságok munkájában a hivatásos bírók mellett ülnökök is részt vesznek.
ez a jogszabály a bírósági, a bírák jogállásáról szóló törvény pontosan meghatározza, hogy milyen rendben lehet jelölni, illetve megválasztani az ülnököket. Erről kapott egy megkeresést az önkormányzat, illetve a hivatal, mert az önkormányzat jelölhet ülnököt a bírósági testületek mellé. Ezt a felhívást mi közzétettük a honlapon, és vártuk a jelentkezéseket. Ahogy az előterjesztésben is kiment, végül is kettő fő van Kozár Mislejből, aki szeretne az ülnöki munkában részt venni. Tulajdonképpen az eljárásrend az, hogy az önkormányzat jelöli ezeket az embereket, ezek az illetők írásban elfogadják a jelölést, majd ezután ugye mi ezt az elfogadott jelölést továbbítjuk a Pécs megyei jogú város önkormányzatának, akik megválasztják az ülnököket. Tehát ugye nem ennek a képviselőtestületnek a jogosultsága a megválasztás, csak a jelölés, és a jelölés alapján döntenek majd Pécset a jelöltek személyéről. És hát ahogy írtam, Palotai Jánosné és Molnár Zoltán azok, akik szeretnének részt venni a pécsi járásbíróság munkájában. Köszönjük. Tehát ez egy szűrő gyakorlatilag rajtunk keresztül, nem ezzel dől el, hanem azzal, hogy ezt jóvá hagyják-e még Pécsen is. Ez egy önkéntes dolog, általában nyugdíjas sok szoktak jelentkezni, akik ráérnek, a tórákat kell ülnökölni egyébként a hivatásos bíró mellett. Tessék, elnök asszony. Köszönöm, polgármester úr, nem csak önkormányzatoknak, hanem nálunk a PIK-en belül is megkérdették, tehát az iskolából is van két előterjesztés, kozármisteni lakosok, ők is, de bennünket a PIK-en keresztül kerestek meg ünnepséggel. Eddig is volt ünnep a pedagógusok körében, most is kettő előterjesztés történt, és csak azt szeretném kérdezni, hogy Molnár Zoltán, mert nem ismerem, tehát hogy a két jelölt illetve Palotai Jánosot természetesen ismerem, de Molnár Zoltánról, hogyha egy mondatot, kettő többet mondanának, akkor az megkönnyíteni a dolgot, mert nem ismerem vissza, és az én kíván, köszönöm. Ha a polgármester úr kíván, akkor válaszolni, mert én se ismerem. Ismerik az Zolit Régi Kozár Mislejét, vállalkozóként dolgozott itt ilyen most a településen, sokszor találkozunk vele rendezvényeken. Valóban egy nyugdíjas kozármisteri polgárról beszélünk. Bányász. Akit igen, sokan ismerünk. Hát majd, hogyha ő alkalmasnak találja magát, mert ezt ugye úgy van, hogy jelentkeztek. Hát nem nekünk kell őket alkalmasan minősíteni, vagy sem. Ők jelentkeztek, ezt majd a Pécs jogú város fog eldönteni, hogy elfogadják a jelölést, vagy a jelentkezésüket, vagy sem. Nekünk ebben sok tenni velünk, hogy jegyzőasszony elmondta, ne legyünk akadályos. Móra Ferenc utcában lakik. Én minden esetre én elárulok annyi kulisszatitkot, ami nem is titok innentől kezdve, hogy a hivatalból is volt érdeklődés, és azt nem néztem jó szemmel, mert ugye az ülnöknek kell biztosítani szabad időt a munkaidőből, úgyhogy az egy teher egy munkáltatónak, ha van egy ilyen ülnöke. Na csak ennyi megjegyzés, és ezt a kis létszámú hivatalom nem biztos, hogy elviselni, de semmi, minden jó indulat mellett mondom, ez egy racionális kérdés vagy döntés részemről. Akkor én javaslom, hogy ezt támogassuk ezt a két önként jelentkezőt vagy vállalót, aki ezzel egyetért, akkor az készletartásra szavazzon. Ellenszavazat, tartózkodás. Azt hittem már nem szavazott volt minden. Jó, köszönöm, akkor egyetértés volt ebben a kérdésben, köszönöm. Helyi televíziós műsorszolgáltatás, írott média pályázat. Ott tartunk? Nem. Főzött önkormányzati hivatal, igen, létszámának megállapításáról. Na, 2014-ben a közös önkormányzati hivatal 22 fővel volt elfogadva, ez volt a létszám, az engedélyezett létszám. Jól mondom? 22. 2015-ben a költségvetést tárgyaltuk, elfogadta a képviselőtestület, hogy 23 fő lehet az engedélyezett létszám. Tekintettel arra, hogy jegyzőasszonynal megbeszéltem, és ő egyetértett azzal, hogy van rá lehetőség. Én akkor is mondtam, hogy ez egy átmeneti dolog, mert aljegyzőre én fontosnak tartom, hogy legyen aljegyző a hivatalba, ezért volt a létszámemelés. De át lehet úgy csoportosítani a feladatköröket, hogy igazándiból nem kell ez a létszámkeret, és nem szeretnék továbbra is, tehát
a meglévő létszámot én elégségesnek tartom. Ezért azt javaslom a képviselőtestületnek még egy információ, hogy valójában most 22,5. Tehát a betöltött státuszok száma mai napon 22,5, és térjünk vissza a 2014-es létszámra, az pedig a 22, tehát én azt javaslom a testületnek, hogy egy fél státusszal csökkentse a közös hivatal létszámát. Jó, meghúztuk már. Hát a hivatal vezetőt kell szerintem ebben, bocsánat. Ja, nem tudtam szó, bocsánat. Azt a jegyzőasszony hatásköre, ugye, hogy ezt hogy oldja meg, merre, hány méter. Ja. De pont a Feleki képviselő úr támadott meg annak idején, hogy itt létszámbővítés van. Én akkor is jeleztem, hogy ez csak átmeneti, mert az eljegyzői státuszt az fontosnak tartjuk ebben a kérdésben. Most kerülne helyre ez a kérdés. Na, tisztelt képviselőtestület, az a javaslatom, hogy ahhoz, hogy a költségvetési keretek között maradjon a hivatal, fél státusszal csökkentsük a létszámát április 1-től. Ezt a határozatát a képviselőtestület hozza meg. Van-e módosító javaslat ehhez képest? Nincs. Kérdésem lenne csak, polgármester, tehát mennyivel mentünk neki most jelenleg, akkor beleférünk a státuszba? Igen. Tehát a... Most 23 az elfogadott. Igen. Ez mikor, ez egy régi döntés, vagy ez egy újszerű döntés? A költségvetési rend, elmondtam, amikor a költségvetést elfogadta a képviselőtestület, 23 fővel fogadta el a... De a költségvetést februárban fogadtuk el, és a státusz már december óta fenn van. Januárban fogadtuk el, így van. A január végén. De ugyanaz a státusz van december óta. Bár akkor vitatkozott velem a polgármester úr, hogy nem nőtt, de ahogy az előbb mondta, én nem támadtam, csak objektíven próbáltam érvelni. Tehát most az engedélyezett létszámon vagyunk. Tehát a Zsókával amit utólag megnéztük. Engedélyeztünk, igen. Ezt vitattam akkor, értem. Teljesen jó. Azon belül törvény. Vagyunk. Igen. De én azt szeretném, hogyha visszaállnánk a kisebb létszámra, tehát a 23 helyett a 22-re. És ezért egy fél illetve hát ugye 23 az engedélyezett, de most 22,5 ja, igen, vagyunk. Jól mondom. Tehát és igen. Akkor ugye most mennénk vissza 22-re. Arról szabad tudnunk valamit, tehát nyilván jegyző az, hogy nem tudja, de talán polgármester úr egyébként még emlékszik rá, hogy az elmúlt ciklusokban milyen létszámon működött a hivatal, tehát honnan indult, 4-5 éve, ma hol tartunk, azt látjuk. Hát a szakmai beszámoló, az szerintem kitért erre, nem? 15, igen, tehát 16 főre emlékszem egyébként 5 évvel ezelőtt. Csak mondom, azóta elvettek egyébként innen feladatokat. Igen, csak egy szót, hogy ugye azért most úgy kell tekinteni, hogy ebbe az egerág is benne van a 23-ban, tehát most ugye közös hivatal vagyunk azóta. Igen, hát az 3, ugye? 4. És nagyon fontos egyébként, tehát nagyon fontos, hogy a állami finanszírozás teljesen lefedi ezt a működést. Tehát az állami finanszírozás az ugye megváltozott, korábban az önkormányzat saját költségvetéséből működtette a hivatalt, erre nem volt külön támogatás, illetve normatíva. 2013 óta erre feladat finanszírozás van, és ez bőven lefinanszírozza a feladatot. Tehát igazándiból a probléma nem ez, hanem azt hirdettük, hogy nem látjuk azt a feladat növekedést, ami indokolna ezt a létszámot. Hát én azt javaslom, hogy vegyük vissza a létszámot, és meg tudja oldani a jegyzőasszony a belső átszervezéssel, hogy ezek a feladatok továbbra is elláthatók legyenek, kisebb létszámmal. A javaslatom, hogy fél státusszal csökkentsük a közös önkormányzati hivatal létszám keretét, tehát ez egy létszámcsökkentési döntés. Aki ezzel egyetért, az kérem, hogy készfeltartásra szavazzon. Ellenszavazat, tartózkodás, egy fő. Köszönöm, tisztelt képviselőtestület. 23-as napi rendi pont, a televízió szolgáltatás írott média pályázat. Tájékoztatom a képviselőtestületet. A napi rend, a cím az nem helyes, mert nem eredmény kihirdetése van, hanem egy tájékoztatás, ugyanis itt még nem tartunk. Beérkeztek a pályázatok, 3 darab pályázat érkezett. A pályázatbontás megtörtént a hivatallal közösen. Egy darab pályázat érkezett a írott médiára, tehát az újságra, és 2 darab pályázat érkezett a televíziós szolgáltatásra. Azt el tudom mondani, hogy a 2 pályázat a televíziós szolgáltatásra, hogy a jelenlegi szolgáltató és egy Prodart Movie nevezetű Bezdán Katalin
Kozár Mislonyi lakos a másik pályázó. Összegszerűségében ugyanazt az összeget kérték, ami egyébként korábban is a költségvetésben jóvá volt hagyva, tehát egyforma ilyen értelemben a két pályázat. Ugyas az az álláspont, hogy ezekről a pályázatokról az a háromfős bizottság kell, hogy döntést hozzon, amiben megszavazta a testület, hogy feleki képviselő, polgármester és a alpolgármester úr van benne, úgyhogy a hónap végéig kell döntést hozni, egy időpontot ki kell jelölnünk a jövő héten, és le kell ülnünk megnézni, hogy akkor gyakorlatilag melyik pályázatot fogadnánk el. Ugye ez egy szolgáltatás megrendelés, és ugye abban a keretben benne van, hogy 5 millió forint és 1 millió forint között van. Az egyik az egyszerű lesz, mert egy pályázat érkezett, a másikra ugye két pályázat érkezett, úgyhogy ezt a tájékoztatásként szállom a testület elé, és a jövő héten pedig összehívjuk ezt a háromfős bizottságot ebben a kérdésben. Én nyitott vagyok arra is, hogy az kerüljön a képviselőtestület elé, de a jelenlegi szabályok azt mutatják, hogy ennek a három főnek kell eldönteni, hiszen egy szolgáltatás megrendelésről van szó. Jó, nincs más javaslat. A 20 következő napi rendi pont ez a társulás, a 25-ös, 24-es, 25-ös, a pécsi társulással kapcsolatos két előterjesztési jegyzőasszonynak adom meg a szót. Ez, ha jól tudom, ez is kiküldésre került tegnap délután, mert viszonylag későn keresett meg bennünket a társulás. Két társulásról van szó, illetve két társulási megállapodás módosításról. Az egyik a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társaság társulás, a másik pedig a Pécs környéki szociális és gyermekjóléti társulás. Mindkét társulás társulási megállapodását olyan szellemben módosítanák, ahogy ezt ki is küldtük, hogy amennyiben határozatképtelenség miatt a társulási tanácsülése nem tudott döntést hozni, akkor kettő kategóriában 50 millió forint alatt, és még, hogyha kell, akkor felolvasom, hogy még egy témakörben átadják ezt a hatáskört a pénzügyi bizottságuknak. Gondolom ez azért van, hogy a működést fent tudják tartani, mert feltételezem, hogy gyakran fordult elő, hogy a társulási ülésekre nem mentek el a polgármesterek, illetve a képviselők, és emiatt a társulás döntésképtelenné vált. Mindkét társulási megállapodást ilyen szellemben kívánják módosítani, és ehhez kérik ugye a testület jóváhagyását. Igen, én ugye egy polgármesterként részt veszek ezeken a társulási üléseken. Sajnos a pécsi társulás az olyan, hogy 40 önkormányzat volt benne, most kettő csatlakozott, tehát 42 önkormányzat van ebbe a társulásba, mind a kettőbe. Ebbe a társulásba a pécsi polgármester vagy alpolgármester kötelezően ott kell, hogy legyen. Úgy szól a szerződés és úgy szól a törvény, hogy ha a Pécs nincs ott, akkor már attól határozatképtelenné válik. És rengetegszer van, hogy a pécsi polgármester vagy alpolgármester nem tud részt venni ezeken a társulás üléseken, és megáll az élet, mert határozatképtelen. Ezért azt találták ki Pécsen, az önkormányzatnál, az előterjesztők, hogy a átmeneti időre a pénzügyi bizottság kapjon felhatalmazást, hogy hozzon döntéseket, amit a társulási tanács utólag jóvá, hogy ez egy technikai jellegű döntés, mert rengeteg működésbeli probléma van a pécsi társulásban, emiatt, hogy nem határozatképes a tanácsülés, mert vagy nincs ott a pécsi polgármester. Bár rosszul mondom, legtöbbször nem ez volt a probléma, egyszerűen nem jönnek össze a polgármesterek, és nem határozatképes, ezért átmeneti intézkedésként ezt találták ki, hogy a pénzügyi bizottság kap egy ilyen felhatalmazást, hogy addig hozzon döntést. Erről szól mind a kettőnek a módosítása. Ezt most küldték ki tegnap előtt, vagy mikor elektronikusan nekünk ide terjesztettük a képviselőtestület elé, talán nem olyan kardinális kérdés, hogy ezt bővebben meg kellene vitatni, én ezt elfogadásra javaslom a képviselőtestületnek. Tudunk ebbe szavazni? Külön kettőt, ugye? Külön két határozat, meg két szerződés. Aki egyetért, hogy elfogadjuk az első szerződés módosítást, az készfeltartásra szavazzon. Köszönöm. Egyhangú megállapítom a második társulási szerződést, ugyanilyen célban történő módosítást, aki támogatja, az készfeltartásra szavazzon. Köszönöm, megállapítom. Egyhangú ellen szavazat, tartózkodás nem volt. Vége. Egyetlen. Nem jelezte senki. Köszönöm szépen a munkát, ez egy fegyelmezett munka volt. Valami kihagytam? Amit kihagyott polgármester, az már kimaradt. Köszönöm a munkát, tisztelt képviselőtestület, érdeklődőkkel. Már kemény munka volt, 26 napi rendet tárgyaltunk. Jó pihenést és jó éjszakát kívánok.